Na, szevasztok, üdvözlök mindenkit, ciao, ciao. Szia Félix, szia Csusu, szia Barnika, hello mindenki. Na, hát elég sok minden történt, amíg nem volt a héten stream. Ugye, szia Dani. Így van, ott vannak a jó kis New Hollandok, a nyuszik. Köszi Barnika, jól. Na, tehát akkor vegyük sorban, ugye csütörtök pénteken nem volt stream. Na, viszont most van, és az a helyzet, hogy amit Facebookra kiraktam, az kerül ma bemutatásra ez a új Karolem GTS Object Mod Pack, és ez ugyancsak fölkerül majd a két oldalra, ami megjelentette a modjaimat, vagyis a modjainkat, ugye MGTS-ét, meg a átírást, meg a stb. Az egyik a FS Games, a magyar, oda is kikerült a Cutter 2020. Szia Martin! A másik pedig a Farming Simulator 19.com. A FS 19 LT az nem válaszolt, nem reagált, nem rakta ki egyik vagy a modot, tehát így oda nem is küldtem be. Úgyhogy majd amit itt ma látni fogtok, az oda megint föl fog kerülni, ma már beküldtem, és amint fölrakják, onnantól kezdve elérhető lesz. Na, a másik dolog ugye, ma Nordon leszünk, azt hiszem ez is van kiírva. Ez az, amit múltkor ültettünk, ez a gyönyörű fasor, ugye úgy csináltuk, hogy egyik részt azt felszántottuk, maradt egy füves rész, ahol majd a gépekkel fogunk operálni, és gyönyörűen öt sor van, mindegyikben három sorfa, rohadt jól néz ki. Tehát nekem rohadtul tetszik, szépen, hogy sorakoznak egymás mögött a fák, ez fantasztikus, úgyhogy majd szerintem itt fogunk a fát vágni, meg persze megnézzük akkor ezeket az elhelyezhető tárgyakat, és szia Zoli gazda! Hát csúcsú, itt most én a szántásnál az izét használtam ugye, a GPS-t. A fiúk, azért megnézitek, picit a fák, picit gírdagúrvák, bár ettől függetlenül azért ki lehet vágni majd a Scorpion King-el. Gyönyörű sorokban vannak a fák. Rohadt jól néz ki tényleg. Tehát gyerekek, ha így tudtok fát ültetni, akkor fantasztikus. Köszönöm Martin, jól. Na, mit akartam még mondani? Jövő héten csak kedden lesz live. Még nem tudom, hogy itt a Nordon leszünk, vagy Seasons lesz. Szevasz, Doxi, de ugye pénteken már semmiképpen nem lesz, mert ugye szombaton megyünk a Bábolnára, de csütörtökön se lesz, mert nem érek rá, úgyhogy de Facebookon úgyis tartjuk majd a kapcsolatot. Egyébként nagyon-nagyon sok ember jelezte Facebookon, legalább nem is tudom, több mint 30 ember jelezte, hogy el fog jönni. Legalábbis ott az eseményt, amit létrehoztam arra, azt nyomták, hogy ott lesznek, és több mint 150 vagy 160 ember pedig érdeklődik, ők nem tudom milyen minőségben, hogy elnéznek, ott lesznek, vagy másnap lesznek ott, de az a lényeg, hogy elég nagy tömeg lesz, úgyhogy elvileg leszünk jó páran. Na, jövök közben TS-re. Hello. Na, és akkor nézzük is, hogy miről van szó. Ugye ez már egy ideje tervben volt, már próbálkoztunk is vele, de most végre saját módon sikerült megcsinálni, úgyhogy tesómé az érdem, én pedig amennyire tudtam összeraktam, természetesen Doxinak a útmutatásai alapján, meg amiket a netről elnéztem, úgyhogy na, ti is majd a dekoráció fülnél fogjátok megtalálni, ha föl lesz. Szevasz, Fefe! Ha föl lesz rakva a két modos oldalra. Na, tehát akkor öt féle van. Tehát aki ezekkel szeretné díszíteni a tagját, egész nyugodtan. Van egy ilyen Karolem GTS Rock Sign, ez egy ilyen köves, egy ilyen díszköves, egy ilyen fa táblán van ugye a TS-nek a logója. Van egy ilyen fából vaskarika, egy ilyen fából lévő, tehát ugye deszkákból van összerakva. Akkor van ez nagyon jól néz ki, egy ilyen szép, hát ezt angolul ilyen hanging signnek nevezik, egy ilyen lógó tábla végül is, ugye egy ilyen fa kereten, egy kék fa kereten lóg ugye a Karolem GTS-nek a logója. Ez fantasztikusan jól néz ki, ez ilyen nem tudom régen kinézte a Dallast,
ott volt a South Fork Ranchnél ugye egy ilyen hatalmas íze, hogy behajtottál a ranchre. Ez egy ilyen kapu, egy ilyen felső, ez egy ilyen road arch sign, Amerikában ezt szokták nagyon használni, ez is rohadt jól néz ki, és nekem a személyes kedvencem a téglás, ilyen dísztéglából van kirakva, úgyhogy ezt az ötöt fogjátok megtalálni majd a modon belül, és aki ezzel szeretné díszíteni a farmját, az egészen nyugodtan azért van. Na, nektek melyik tetszik? Vagy hát valaki rakott már le? Ott van, 27-es már. 27-es. Ja, itt van a laja. Nekem a kék van. Ugye megnézzük. Kinél mi a... Na, itt van. Na, ez az. Ja, egyébként van Jockey TV és megy a Dallas, úgyhogy... Na, a gyerekek ekkora, tehát ez így néz ki, és elég frankó, tehát van ilyen kollizsőnye, tehát ha neki mész, nem tudsz rajta átmenni, szóval ez alatt át lehet menni, pont akkora. Tesóm az eléggé részletesen megcsinálta, tehát ha megnézitek, akkor... ez a kerítés, nem tudok felállni. Akkor itt a deszkáknál például itt vannak a csavarok is, ott van rajta, rendesen látszik a menet a csavaron, meg ott van az anya rajta. Tehát elég szépen lemodellezte, textúrák is elég nagy felbontásúak, úgyhogy ez a tábla eléggé frankon néz ki. Na, ez az egyik. Valamelyik van még valaki innen esetleg? Az Atesz van, a nagy. Atesznél? Ja igen, a fönt a 11-nél nézzük, hova rakta. Oh, ho, ho, ho. Na! 30... Oda is megyek mindjárt. És van egy kék. Oké, rendben, mindjárt megnézzük. Na, tudom, Frici, te vagy a fefe, jaja. Na, ez a másik, ugye ez a nagyon nagy, ez hát ilyen beton alapzatú, meg van rajta mindenféle, azt hiszem ez ilyen fa berakás, van ilyen dísz márványlapok, nem tudom, és akkor ugye maga fönt ez az MGT, ez rohadt jól néz ki, be lehet vele férni még tán a izéval is, a kombájnnal, úgyhogy ez egyébként rohadt jól néz ki, ez nekem nagyon tetszik. Na, nézzük a... Nekem is az én tettem le. Na, nálad is van? Az a tesz van, az én tettem le. Ja, oda tőle? Ja. Igen. Jó, oké. Okay. Na, itt vagyok a 30-nál, itt merre van? Mutatom. Ja, ott van szembe. Igen. A nagyon miért nincs rajta a kvados logó? Mert oda csak a nevet szokták, tehát oda ugye csak a felirat megy, na jön Dox is. Tehát oda nem szokták, a kicsin sincs rajta, csak a izé, csak a Karon MGTS, tehát nem mindegyiken van rajta. De egyébként ez ilyen inspirációt nyerni ehhez Amerikából lehet úgy mond, mert ez Amerikában nagyon népszerű. Tehát akár egy nemzeti parkban vagytok, vagy akár még egy motelnek is, vagy ilyen kisebb észak-amerikai, meg kanadai városoknál is például ez, ami így az utak fölött szokott lenni, ezt nagyon szokták használni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen fajta van intézményeknél is, tehát kirakják oda elé, hogy amit tudom én, milyen intézmény, vagy akár iskola. Szóval ez nálunk talán annyira nem bevett, vagy használt, de ezt azért nagyon-nagyon sok helyen használják. Na, itt van ez az jaja. Ezen is, ahogy hívják, van csak ugye a Karon MGTS. Jó, akkor ez a kettő fajta van lerakva, ugye? Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, bácsi! Na, akkor én lemegyek a saját farmomhoz, és én is lerakom, mert ezt a kettőt eladom. Ugye ez az, amit használtunk, és ez egy másik módból lett átalakítva, de ez most már... És ez egyébként a későbbiekben még változhat. Tehát pont azért lett így megcsinálva, hogy később még lehet, hogy jönnek ehhez különböző objektumok, amik ugye a saját MGTS-ünk logójával vannak ellátva. Várjatok, mert akkor eladom gyorsan ezt a kettő. Feltéve, ha nem fagy ki a játék. Az igen, le van ám burkolva.
Na. Zoli, jössz tölteni? Ezzel ad? Igen. Jó, nagyon sok a valami... Vagy szinkron van? Nincs szinkron. Nekem nagyon magas az MS-en. Jó, azt is eladtam. Ötvenkettő felé nem megy nekem. Nekem 38-40 körül. Nekem olyan szinten ilyen 1500-re felugrik, amikor a garázsba megyek valamiért. Milyen egerem van? Te egy... Csak a géped szerintem, lehet, hogy az lesz, nem? Logitech... Nem, mert már itt vagyok a tanyájánál koronnak nálam, így itt ja. Is 42. Nekem is stabil volt. 43. Nem tudom. Lehet, hogy csak nálam valamiért, nem tudom, mindegy. Na, lehet, hogy nagyon sok az elhelyezett tárgy is egyébként. Tehát sok a cucc. Na mindegy. Na. Nézzük, hogy ezek közé mit tudunk lerakni. Nem tudom, van egy odafér-e. Na most főben nekem is 100 forint kicsit. Na, ott van. Ide meg nem, ide más rakunk. Na, nekem ez a személyes kedvencem. Ezen még feliratot is lehetne cserélni. Nagyjából így nézett ki az is. Csak az volt ráírva, hogy a munka felszabadít. Azaz. Há, nem így. Pont fordítva. Doxi bácsi, lehet egy kérdésem? Sziasztor. Kérdezni mindig lehet, az ingyen van. Mekkora macera lenne a 17-es GPS-t áthozni 19-be? Szerintem nagyon nagy. Értelek. Én meg, hogy nem is értek a Luához annyira, megoldhatatlan. Ennyi. Valószínűleg egyébként igen, tehát ami nincs úgy áthozva, az... Meg egyébként az teljes Lua felépítése, struktúrája más a játéknak, úgyhogy gondolom nullától kell újraírni mindent. Szerintem azért nem sikerült az első GPS sem, meg semmi. Itt vagyok, Viktor! Azért, hogyha most megnézed a 17-eshez képest a GC-t is, vagy a Season módot is, millió Lua dokumentum van megírva hozzá. Na, szóval, szégyőző. Jó, én ezt laikusként kérdeztem, szóval olyan rálátásom, olyan számottevő nincs azért. Na, gyerekek, ez a téglás verzió, nekem ez tetszik, én ezt kértem tesont, hogy ezt csinálj meg, ez szerintem nagyon jól néz ki. Akkor van még a másik kettő, meg biztos azt is használja valaki. Csak ledobom, hogy megnézzük. Na, van ez a ilyen fából összerakott, és van ez készült el először, ez is egy ilyen jó kis téglás, és akkor ugye rajta van a fatáblán a MGTS-nek a logója. Na, ennyi. Úgyhogy amint felkerül a modos oldalakra, le lehet tölteni, aztán kész. Hát valami nem... Valami elég durván laggoltat, lehet, hogy valami fene tudja.
Nálam nem tapasztaltam, mikor a tanyárnál is mászkáltam. Ott is, ott ahol a gépeid vannak egymás, mert a pótkocsik meg minden ott ment 54-re a MS. Ott van egyébként, írja, valami warning, performing emergency garbage collection pass. Memory went from, nem tudom, hogy mennyi kilobájtó, akármennyi. 182.000 MS. Az egy kicsit sok. Lua memory, aha. Az a betöltési ideje volt, gondolom, másodperc millisekundumban. Van ott Class Jaguar? Azon a részen? Itt nincs, nem, de nem tudom, hogy ez mitől van, mert a single-be próbáltam, csak a izére írt, de csak a modellekre írt ilyen semmi, tehát ilyen 16-17 MS-t a izékra. Meg hát multiplayerbe is kéne mennie, nem tudom, hogy... Azok a MS-ek, amit játék közben nyitsz le, az a betöltési idő millisekundumban, az nem hiba. Oké, csak most akkor viszont egy ilyen eladásnál melyik az, ami ekkora MS csinál? Mit tudom én, adjunk el valamit. Eladom a valamelyik gépemet, mert így sok van. Amint talál, sőt eladom a... De ez az, hogy melyik az enyém, ezt nem tudom. Komposztáló? Nem, ez a vágóasztal izé. Jó. Tárolót akarom eladni az egyiket. Nem, valami itt, ahogy a garást tölti be, ott valami... Nem ez? Nem ez? Akkor vethetünk, nem srácok? Én már vetek. Jó. Na, ezt eladtam. Most úgy fölment, mint állat. Nekem nem. Nekem sem. Nekem sem. Ez csak az ön készülékében. Nem. Engem sem. A live az jó, Koron. Na, akkor menjed, ki van bejelentkezve? Aki be van jelentkezve, nézzük. Bejelentkezek én. Beléptem. Na, hol a farmod vagy? Farmom az a 30-as föld. Az olé után. Na, akkor gyere ide. És mit tudom én, add el a egyik izét, mosódat, és nézzük meg, hogy neked is belaggol-e vagy. Oké. Okay. De mondom, nekem itt olyan dolgokat ír, hogy mondjuk full GC túk azt írja, hogy lehet, hogy van a GC. Mikor tegnap a sövényemet adtam el, nekem is lassan adta el. Aha, lehet, hogy valami lesz. Valamire megtalálom a mosót. Van belőle bőven. Ja. Azért. Szórunk még valahol, nem mi? Nem, végeztünk. Akkor megy vissza. De egyébként nem is értem, hogy ez most itt pontosan. Alapemes nekem is jól, tehát a 35-ig megy föl, följebb nem. Csak olyankor, amikor eladtam, akkor így fúra megállt. Fú, Koron. Nem igen vannak meg a mosók. Hát, ott van a legvégén valahol majdnem a mosók, ha jól emlékszem. Bár mondjuk már alapból a garázs is olyan lassan hozza be, mint állat.
Nem szerintem majd ezeket a kerítéseket, meg ha kirakott rá bokrot, meg virágot, azokat kell kivenni amúgy. Azokat kéne ki építeni. Valószínűleg. Ahogy nekem is sok kerítésem van, én is le fogom szedni. Amik nekem meg izém nincs is, se kombájnom, se szinte semmi más nagyot. Na, Viktor, megvannak már? Na, még csak az épületeknél vagyok. Más is nézheti egyébként nyugodtan, tehát aki bejelentkezik és egy-két dolgot eladott anyájánál, ami nem légy szükség, mert annyival is kevesebb lesz, meg hogy másnak is csinálja-e ezt. Talán felszerelés el kell, de nem engedi leokézni. Engedi, azt most, várni aha, kell. Ja, felismer nekem is, 1800-ra a ping. Igen, valami akkor. De most ki is írta, hogy a High Pressure Wasserlance, a Carker, és hogy valami warning, ez nem tudom egyébként, ez a Emergency Garbage Collection, ez mi lehet, Doxy? Fogalmam nincs, de látom, hogy vannak bent olyan cuccok, ami mások, más maphoz van átírva. Hát nem tudom, lehet, de hogy majd izélni. Van error, meg warning rendese. Ja. A legtöbb fieldtip kategória. Milyen? Fieldtip. Ja. Ami a mappon nincsen növényzet. De ugye a gépnek meg van adva. Hát igen, mert most belet rakva mindenféle, ahogy nézem, ilyen tartály is, meg nem tudom még mik. Meg valami SS 1500 Series-re ír error-t. Ott meg PNG file hiányzik. Ez a univerzális tartály. Azt nem tudom, Atesz azt hiszem azt mondta, hogy azt a tartályt, vagy ezt a izék használják, akik ezen játszanak multiba, vagy micsoda, azért rakta föl, de ez lehet, hogy csak próba még, vagy lehet, hogy valamivel. Csak hát már annyi tartályunk van, mert itt van a Kotte multi is, ugye a Stew is, akkor most az is bent van, hát ennyiféle. Nem tudom, az izét azt mondta, hogy kiszedi azt hiszem a trágyát. A HV80-ast, vagy ott is volt valami tartály. Sima. Ez nem is tudom, hol volt. Raja, szedem a füvet, jó? Oké. Okay. Hol tegyem? Ja, azért MK-sokat, ja, MK-sokat. Nem tudom, meg kell nézni, hol kell. A központi síró elfogadja. Akkor dobjuk be, abbasztam, majd onnan szét lesz szórva, szerintem. Na jó, van mindegy, ezt nem tudom, ez a izé mitől van, de majd ennek meg utána kell nézni, mert ez biztos nem tesz jót a izének. Szervernek sem. Fogadjunk, van valahol egy kerítés, ami rosszul van triggerelve. Elég hosszú soron ír statikus objektum mozgás. Azt nem tudom, de én akkor az izémnél adom a kerítést. Én is itt mindjárt adok minden kerítést. A tanyámnál. De egyébként nem vagyok benne biztos, hogy a kerítés miatt lesz. Hát nem a kerítés, mert kapu végeredményben, mert ugye az mozog, mikor nyitod. A kerítés az tényleg sima, statikus. Mondjuk a... jó, mindegy. Az a nem tudom, mert ez pont lajáj. Hagyjad el nyugodtan. Adom én is. Nem, nálam rohadt sok van először, azt akarom, mert feltéve rá tudok nyomni. Ja, igen, csak ez így izgalmas lesz, mert így állhatunk egy 10 percet, mire betölti. Mit lehet csinálni elsőbb? El akarom mindjárt tekerni majd, de egyébként szerintem ott kezdjünk el fát vágni, ami múltkor el lett ültetve. Aha, akár ez jó lenne. Ú, azt de régen csináltam. Több géppel is, úgyhogy... Mindjárt befejezem a vezetést, aztán viszik egy üzet. És Skorpiót. Jó. Vannak lámpák is, ahogy látom. Jó. Én most vetem a négyest.
Én meg az egyest. Látom, volt felvágva a dohányból is. Vagy aratás közben volt, mikor megjött az eső? Jó kérdés. Igen. Talán picit gyorsul, vagy fene tudja. Ja, én maradtam a 19-est, azt akkor kezdődött az eső. Most bírom eladni. Nem bírok rá kattintani. Igen, hülye ponton kell ráklikkelni. Egyébként nem veszi be. Jobb felső sarka, hogy látom? Hát elvileg ott a... ahogy le lehet rakni, az a sarka. Pedig mennyit szenvedtem vele, mire úgy leraktam sorba őket, hogy izé... Úgy van, én is. egymáshoz kapcsolódjanak. De ennek ez a sarka sem működik, mi nem akar működni. Na mindegy, ezt meghagyjuk utoljára. Sőt, az még lehet, hogy van... Ja igen, az másfajta, van ott feles is, meg van ilyen végződés is, ami izé csak oszlop magában. Arra figyeltem, hogy ne legyen csak hosszú. Na, nekem meg pont úgy jött ki, hogy kellett. Jó van, fogyogat. Nekem meg munkát akarnak tervezni, jövő itt szombatra. Hát mondjad nekik, hogy egyáltalán nem érsz. Hát mondta a főnököm, hogy jövő héten vagy szerdán jön a malac, hogyha nem hozzák szerdán, akkor szombaton. Hát mondom, hogyha szombaton jön a malac, akkor lejön a kocsirúj nélkülem is. Ennyi. Te máshova mész malac nézőbe? Máshova megyek disztófudni. Uh-huh. Ja, egyébként megjött gyerekek a csomag, majd holnap csinálok róla unboxing videót, van egy ilyenünk, mindegy, nem is lövöm le őket, de egyébként itt van mind a három cucc, amit akartam rendelni, úgyhogy majd holnap megcsinálom, aztán valamikor kirakom YouTube-ra a kis unboxing videót. Na, lőttek egyet a fájén nekem is. Na. A 19-es mellett kivágtuk a fákat és újakat ültettünk. Hát nézd, most én ott előbb, ahol ott néztem, amit ültettünk, azt mire kivágjuk, az szerintem nagyon-nagyon sokáig fog tartani. Úgyhogy... Elég jól sikerült ültetés. Ja, egyébként gyönyörű. Nagyon jó néz ki. Tényleg jó. Na, itt van egy. Igen. Tényleg megnézem már, mennyire nőtt a tanya körül ültetett, a maradékot, amit elszórtam. Hát azt nem tudom. Az is jó lett. Na, akkor már csak elvire egy van. Uh-huh. Ez kicsi, ez két kicsi volt, azért nem tudtam az előbb eladni, nem egy nagy volt. Olyan jó egybe raktam őket, hogy egy nagynak tűnt, de két kicsi volt. Hát ez akkor lenne izgalmas, ugye, hogyha az ember ezt le tudná rakni a pályaszerkesztőben. És akkor nem így birtokolt eszközként jelenne meg a játékon belül, hanem ugye bele lenne építve a mapba. Mert akkor viszont nem... akkor nem lagoltatna.
Még editorban könnyebb leszórni, mint itt játékon belül. Hát ja. Hát jó, hát... Igen. Csak hát ugye... Nem úgy van, hogy mindenki... Tudja, hogy merre hány méter aztán. Akkor mindig változtatni kéne a pályát. Cserélgetni kéne. Na, akkor... Sajnán köszönöm a követést üdve a csatornán, akkor elméletek eladtuk az összes kerítést, tehát az most már nem fog gondot okozni a... Még nem tudom kinek van homokvára, de lehet, hogy annyira... De nyugodtan. Az se fontos. Még nem mutattam odáig. Jó, van itt egy windmill is. Azt is add el. Madáretető. Most már valamit nem bírok eladni én. Pedig elméletileg, ugye ezekben nem lehet beleülni, beleszállni, tehát nem úgy kellene lagoltatni, hogy most ezt nagyon szinkronizálni kéne, de... Na mindegy. Jó, van ennyi, nem tudom, majd a többit eladja, aki akarja, meg akié. Eltekerem ezt a izét, ezt elsőt, mert... Vetek. Hát ez tök jó. Hol vetsz? Négyesen. Egyesen. Itt esetben is lehet fát válni, nem? Hát lehet, csak rohadtul nem látni semmit. Hát... GPS. Falvágáshoz GPS? Hát, ez már modern falvágás. Vetéshez gondoltam. Zoli, menekülsz. Zoli, terveztettük. Azt nem tudom, hogy... Farönk rakodó, az csak a izé, van. Autóladós van. Van autóladós? Erdészeti, gondolom. Egy valahol van, jó. Van a izénél, a fefénél, ami van raklapüzemnél. Oké. Is a fefénél lesz. Én oda raktam vissza tennap. Igen, a raklapüzemnél szerintem is ott lesz. Akkor megyek érte. Én meg szágódok az erdő fele 23-ban. Ja, ezt nézem. Valaki hozott ide nekem egy izé kombányt, egy kézi, hát. Szerintem a Majka. Uh-huh. Ez a izé. Ez a modult, amit be kellett rakni. Aha. Na most hogy áll az anyosod? Hogy? Hogy áll most a pinged vagy az anyosod? Jobb, de az a izé még mindig, tehát azt előzőleg még mindig írta, hogy minden egyes eladásnál megállta valamiért. Csak nem tudom, hogy... Melyik végén kezdjük a falágást? IBC-tank. Ilyenünk is van. Ahol akarjátok. Gondolom a... Fatelep felé. Szerintem az egyik végén. Kellene inkább. Na, kimegyek okay. A nagy kapun. Bár most már nincs kerítés, úgyhogy annyira tök mindegy. Na, ide a logó egyébként meg nem fért föl, mert ugye ide csak a karonemgét, ez az kész. Tehát ez... Mert pont ez a lényege. Ki van írva, hogy hol is jársz, tudjad. Egyébként, hogy mikor jelenik meg a modos oldala, nem tudom, mert... ugye múltkor is rá kellett írnom Discordon a... Farming Simulator 19 komos csávóra, hogy most mi a helyzet, mert annyit mondott, hogy elkeveredett, bocsi. Hát mondom, jól van akkor. Akkor semmi gond. Az olyan, mint a számla befizetések, mi? Ja. Van még szomad vetőgép? Van a kanyán, igen, odaraktam a nagy sedalán. Na most itt... jó kérdés, hogy hol van az a izé, útkocsi. Mert mintha ezek nem azok lennének.
raklapgyárnál kereskedő. Ja, raklapgyárnál? Oké. Okay. A tó mellett. A tó mellett, igen, ahova bejön kiből. Mindjárt. Jó, most én itt Fefének a tanyáján néztem, hogy merre lehet. Ja, hát mondjuk egyébként ennyi mosót tényleg nem kell Fefének is, itt a négy oszlopból háromnál van neki mosó. Hát meg előtte 8 oszlop volt és 8 mosó volt. Tehát szerintem egy mosót anyánként bőven elég, nem kell. Nem kell még annyi se. Egyszerre egyet tudsz úgyis kézbe fogni, szóval tök minden. Eső úgyis lemos. Jó, te. Nem, hát ha ennyire sok minden van, akkor tényleg amit nem muszáj, ezt ne. Egy az nyugodtan, mert persze kell, de... Bár ezt még mindig nem tudom, hogy mi ez a... hogy utána kell nézni. Hogy van leírva? Micsoda? Ez a garbage. Performing Emergency Garbage Collection Pass. Nem tudom, mit akar. Ilyennel még nem igazán találkoztam, úgyhogy ezzel a kiírással. Na, most ez a kérdés, hogy itt. Ja, ott lesz a túloldat, jó. Na, gyerekek, mi történt a... Hoppá, kiálltam oszlopnak. Cseten nem nagyon megy semmi, mi a helyzet. Na, és egyébként ugye augusztus 31-e van, tehát a augusztusi bites dolog is most fog véget érni, holnap kikerülnek majd a egyelőre snapja az első 125-tel, Habci 121-jel, Habci 110-jel a második, és Drenko 4-jel a harmadik. Egyelőre így néz ki a három helyezősünk. Dobogós. A nullások nem lesznek külön díjasok? Nem. A nullásoknak megköszönjük a részvételt. Nem, Fefe, most speciál valami a izénél van. Tehát valamit az eladásnál, valami, sőt nem is az eladásnál, hanem magánál a garázsnál valami hibát ír, és egyelőre nem tudom, hogy mi ez a hiba, amit ír. De a másik az, hogy egyébként igen, tehát most egy napra nem kell 30 izé mosó, tanyánként bőven elég egy. Nincs értelme annyit lerakni, mert minek. Viszont... Meg igazság szerint... Tehát úgymond a többiből sincs annyira értelme, tehát mit tudom én, éjszakra, meg délre, vagy akár a map 4 felére kell rakni azt a mindent, amiből mindent ki lehet venni, az kész, nem kell minden tanyára külön vízlelő, vagy víztartály, meg külön izé, tehát most minden egyes elhelyezhető dologból nem kell minden egyes tanyára rakni mindent, mert minek. Most az, hogy két sarokkal alép kell menni valamiért, az... Szerintem belefér. Nyolc méteresre vágjátok, ugye? Yes. Okay. Egy Scorpion bérel valaki nekem? Persze. Már is. Laja, vágtál még füvet a... Nem. Oké. Okay. Hogy szeretnéd, olyan kék-kék cuccal a kerekén, vagy... Kék cucc nélkül. Csak sima kerekes. Ja. Ezt nem értem, hogy miért változtatták meg, mert... Na, tehát ilyenkor látod, ha veszünk valamit, akkor ilyenkor elkezdi így nyomatni a memóriát, és nem tudom miért, és belemondtál. Tétre vettem én is, az előbb nálam is esett egyből.
Én azt írja, hogy ha csak betöltéskor jön ez a hiba, akkor az nem lenne probléma, de ha jönet közben is jön, akkor az már hiba. És teljesítményromlást is okoz. Találtam egy fórumot a Giant-ön. Mondjuk most, hogy haza értem, mondom, letöltöm a módokat, látom most már odalétetek neki 3 giga felé. Igen, egyébként most már sok van rajtam, hogy lehet, hogy egy kicsit azért válogatni kell. Tehát például ne tartályosban legyen fenn 2-3 fél, elég egy féle. Tehát ami olyan, abból majd lejjebb kell egy kicsit... redukálni. Redukálni, mondjuk úgy. Na, szép van ott. Pac van ott, kollégák. De Zoli, kiszúrod a szemem, nézd meg, milyen hosszú ennek az a izéje. Idáig kiér, kicsit dugos. Nem semmi. Hú, jó nagy kupasz lesz. És akkor ezt a északi vagy déli izébe kell hordani majd a... Én, abban valamelyikben, mindegyikben. Szó mi a be, jó, oké. Okay. De a szóba kell belejönteni. Uh-huh. Jó, azt vágom. Igazából valami olyasmi lesz ez a hiba, hogy ezt csak kiírja, és a naplózáshoz használja fel, hogy tudja irányítani a módosításokat. Uh-huh. És nem lehet kikapcsolni. Gyakori Csornál, köszönöm a követést, üdv a csatorna. Nem tudom, mert én nem, most nem voltam föl, nem értem rá, nem tudom, hogy volt-e most ilyen hiba, vagy csak most valamelyik felrakott mod miatt van. Az 1.4-es után nagyon soknak van ilyen hibája. Uh-huh. Azóta van probléma vele. Ezt akkor most nem tudom így. Fefe, amit csak lehet, tehát tényleg olyan nem létszükség, tehát most nem kell ide 500 lámpa, mosó, víztartály, mit nem tudom, tehát látod, mire most is megnyitom egy csomót tölt, tehát most minek ennyi lámpa meg víztartály, tehát és egy-két ilyen fancy cuccot, ami ilyen tényleg csilli-villi, hogy jól nézzen ki a tanya, az belefér, érted, meg egy járműhely, stb. De 500 féle izére nincs szükség szerintem. Na, szerintem egy pótra már bőven való van, úgyhogy... Össze, Jézusom, hallod, hogy mire ezt kivág... Ezt ki se lehet vágni az összeset. Annyi van. Apci, mit vetsz a négyesen? Napraforgót. Na, start autóad, good. Laja, ezt most kosszállás után kellett rágyázni? Igen. Oké. Okay. Úgy néztem, meg volt csinálva mind a háromszor. Az összesen. Most egyesen van valamint világos kék. Aha. Akkor igen. Csak kétszer kell, nem? Vagy kétszer, na. Bocs. Na. Hát ez pakkul lesz fölfele. Nagyon jó. Régen volt egy olyan... kifejezetten az ilyen hosszú pótkocsihoz volt egy olyan beállítási lehetőség, hogy ne 8 méteresre, hanem 12 méteresre, mert ugye tehát a teljes hosszában tudja szállítani a pótkocsi a fát. Na jó, akkor egyelőre ennyit elviszek. Úgyis vágjátok, csak majd hordom meg, ha valaki akarja, még hordhatja más is. Na és ezért hagytuk itt ezeket a füves részeket, hogy kényelmesen el lehessen férni a sorokban, úgyhogy... És milyen csinos, nagyon jól néz ki. Nekem nagyon tetszik. Jó van, Fefe, nem probléma ez, meg nincsen vele gond, majd meg lesz ez. Ja, Majka meg nincs itt. Már jelentkezett egy srác, de csak ennyit írt, hogy Majkának a ismerőse, hogy velünk játszik. Majka, és hogy ő is akar játszani, tehát semmit nem írt, hogy most van-e tapasztalata, vagy tehát semmit, úgyhogy hát az úgy most kevés, majd ezt meg kell beszélni, mert
Van itt egy Scorpion King egyébként a felső részen. User joined your channel. Jó estét, uraim! Jó szerencsét! Jó szerencsét! Hello! Játász! Na, behajtok ide a Karon MGTS behajtó alá. Gratulálok a bátyának, meg nektek a... Öcsém! Akkor öcsétek! A tesódnak. A tesó, az az egyszerűbb. Na, első adag megjött fa. Köszi! Hát neki ez izé nem egy nagy kaland, mert nagyon jól tud modellezni, meg texturázni, úgyhogy... Ibi, jól csináltad, az, az a legjobb. Ugye? Nekem is azt tetszik legjobban. Nagyon jól néz ki. Szuper. Hát ügyes. Ez direkt a kis mi MGTS-es, vagy MGTS-ünknek a dolgai, úgyhogy ennyi. Ügyes profi munka. Hát remélem, hogy nem ez cseszekszik most az izéval, nem ez okozza a hibát. Szia Garfield, bár elméletek semmi nincsen benne, aminek ezt kéne okozni, úgyhogy nem tudom. Nem, a sok gép az, az de a ne, sok gép az nem ír ki ilyen hibát. Ez nem amiatt van. Ez valami hiba. Tehát ez, ez nem. Tehát ilyenkor konkrétan, jó. Amikor bemész a vásárlásba, ott a garázsnál egyszerűen valami olyan, nem tudom, lejjt előbb mondta, nem tudom. Azóta, mióta le vannak rakva ezek a sövények, meg ezek a izék, a kerítések, azóta vettem én észre ezt észre. De valami Dásnál, a más. Logban density map ID hibát is ír, az pedig a mapnak a alaptextúrája, a terrainok. Na de a mapnak eleve van valami hibája, mert van valami ismeretlen fájl benne, ha jól emlékszem, nem? Egy vagy két hibája van. Egy hiba. Azt úgy nem láttam, meg kéne nyitni editorban, mert az biztos írja a dolgokat. A logban csak a density idejem az meg azt hiszem a földterületeknek a textúrája. Na, emlékszek most milyen hibája van a mapnak. Mindegy, majd megnézzük. Annyira nem egetrengető, csak ugye megáll egy pár másodpercre a játék és idegesítő. Azt mondja, hogy ismeretlen map, map DE, Tumbus DB. Na, ott van. Látod? Akkor csak az lesz. Ez egy hibát írja az izé a szerver. Jó, várjál. Írja, hogy ismeretlen, felső vesző map per map DE per Tumbus vesző. Ja nem, az nem az, akkor az más. DB, felső vesző, fájtípus. Az ugyanaz, mint amit töröltem a Jaguarból. Uh-huh. De a leíró fájl, az is amúgy. Uh-huh. De az csak annyi szerintem, hogy abból is csak ki kéne törölni, és akkor kész is lenne. Tehát, hogy akkor így ilyen szempontból hibátlan. Chatten Zoli gazda, te piros vagy. Bakos, köszönöm a követést, üdv a csatornán. Na, töltsünk még egy pár. Jaguar most nincs benne izé hibába. Tudom, mert megcsináltam. Hát akkor így is vagy. Azt a fájt, amit most olvastál, ugyanazt kellett kitörölni belőle. Aha. Nos, uraim, tele vagyok, megyek. Na, második fuvar megy. Esernyő nincsen, megázom. Majd ha befejezték a vetést, akkor eltekerjük az időt, mert ez a... Esős, izé nem jó. Én nekem még traktorom sincs, semmim sincsen, eladtam mindenemet. Így van az enyémben, de ezért fuvarozhatnám. Már szerintem hozzál az izét, ja, az fuvarozzál, te is van gyorsan vágni. Vagy gyere fát vágni, mert van még egy Scorpion King, azt akkor. Azaz, majd megyek oda azzal, majd mindjárt kinyesek minden. Szia Bakos. Zoli gazda, tök mindegy, hogy egyébként milyen színű a neved, mert randomban a Twitch mindenkinek ad egy színt, és tök 8. Semmit nem jelent, hogy kinek milyen színű a neve. Karon, hol van a boltnál? Van ez a Scorpio, vagy valahol fönn? Nem, itt van, fönt a tanyád mellett. Ott. Itt, ahol vagyok, itt van velem szemben. Megvan. Nyugodtan vágjátok a fát, azt majd hordom én, de
lehet, hogy hordhatja más is, ha ilyen sok lesz. Azért jutottuk, hogy kivágjuk, úgyhogy. Végzünk a vetéssel, akkor megyek én is hordom. Ja, én meg megyek vágni. Átmegyünk izébe, faki termelő TS-be. Én néztem a héten őket, elég komolynak tűnik az a gép. Ennyi. Az csak a szedő? Csak a szedő, nem? Igen. A Timberjack ilyen szedőgép, vagy mi a franc, ahova szokták a rönköket behordani. Ezt most éppen már csak a aprólékot szedte, de előtte nyomta a másik gép, csak nem volt nálam a telefonom, nem bírtam le videózni, meg lefényképezni. Vágógépet. Na, csak úgy. Ezek csak ilyen egyenes fenyők. Doxi bácsi, olyan szép lett a izém, a terciám tele ütettet fával. Gyönyörű. Másfajtát kellett volna, mert ez nem árnyékul úgy. Ezek nem laggódhatnak, hogy ennyi van fönt a szerveren? Ez nem befolyásolja? Ez a sok fa. Szerintem a kivágott fa az igen. Nem hiszem, mert hogyha megnézed másik mappokat, teszem fel egy alapmappot, ezen a pályán szerintem az ültetettel sincs annyi fa, mint ott egy erdőbe. Jó. Na, itt van 135 ezer. Nem tudom melyik. Ebben semmi. Na, 135 ezeret hordtam be eddig, úgyhogy még bőven fér bele. Bakos, mire gondolsz, hogy kellene segíteni, hogy elinduljál a játékban? Ha van benne egy ilyen magyar tutoriál. Tehát például, hogyha ide bejössz, akkor van itt egy ilyen I betűs rész, segítség. Itt írja, hogy mi micsoda, gondolom magyarul van neked is, és akkor itt meg tudod nézni, hogy szántani kell először, hogy kell vetni, itt van leírja a betakarítást is, gyökérnövények, feldolgozásukat, olajretek, stb. Tehát itt ezek a alapismeretek, itt van a haladó téma, ugye, amikor már például a füvet is tudsz. Tehát itt magyarul egyébként szinte le van írva minden. Tehát például a szecskázásnál, hogy mit tudom én, használj darabolt terménynek megfelelő vágót, stb. A szilás, hogy kell be a bunkersílóba önteni, akkor összetömöríted, és lefeded, az ennyi. Területvásárlás is. Tehát itt elég sok mindent leír. A jószágok is itt vannak, az erdészet, ugye faültetés, fakitermelés, termelési emlékeztetők, ez nem tudom mi. Még a hitelt nem találtam meg, hogy hol kell hitelt felvenni. Már nem lehet szerintem csak... Az ATM-eknél, ha jól tudom. Igen. Jaj. Például ezen a mappon nem találtam ATM-et. Itt van trágya, híd, kiktrágya, van itt minden, tehát... Csináld meg azt a kis ficakot, Habci. Pénzkeresztő. Én meg visszamegyek a végére, azt a csíkot megcsinálom, amit kihagytunk. Ikonok. Azt is leír, hogy milyen ikonok vannak. Ez egyébként teljesen jó, mindent leír szinte. Nem is néztem eddig. Hát az az igazság, hogy olyan team, aki kezdő, azt nem tudom, mert csak a mi teamünket ismerem. Nem tudom, hogy kikhez lehetne. De egyébként például alul a leírásban ott van a Discord, oda a Discordra nagyon sokan fölcsatlakoztak, és oda szokták írni jó páran, hogy például, hogyha valaki akar menni farmingozni, akkor most gyertek, mit tudom én, tehát ott lehet keresni játszópajtásokat. Úgyhogy, ha oda fölnézel a Discordra, lehet, hogy találsz olyanokat, akik éppen játszanak. Na, jövök a kövi adagért.
Na, és gyerekek, körülbelül ugye, nem tudom, mondtam, nem mondtam, több mint 30 ember már Facebookon jelezte, hogy ott lesz a jövő heti szombati bábolnai gazdanapokon, meg több mint 150 ember érdeklődik. Jelentsen ez bármit is, nem tudom. Úgyhogy bábolnán leszünk szerintem rendesen, jó sokan. És azért az nem semmi. Na, milyen szép halmokat csináltok. Na gyerekek, meghoztam a gépjárművet. Ez mi ez a on-update guidance data? A GPS lenne? GPS. Bekapcsolás. Nem? Nem tudom, a lizében néztem a... Ír valami errort arra is? Nem, csak írja, hogy... Error, keyframes, not strictly monotonic increasing. Nem tudom, mik ezek. Na, még egy párat fölkapok, aztán megyek. Az autó lódos. Aha. A te ezt kezdheted a harmadik sort, ha akarod. Hogy? Kezdheted a harmadik sort, ha akarod. Harmadik? Ja, egy, kettő, ja, harmadik sort. Hát a dox, ajajaj, mindenki beáll egy sorba, aztán akkor szép. Ki végez hamarabb egy versenyt? Már az nem igazságos, mert én korábban jöttem ide. Ki vágja ki hamarabb az egész sort? meg ez nem menne, teljesen másképp működik össze-vissza, mint a megszoktam 17-ben, olyan, mintha interaktív lenne a egértengely, az előbb már átállítottam az Y-zónát, akkor is ugyanígy működik. Igen, én nagyon szerettem fátolni 17-ben, de itt valahogy megváltoztatták, és nekem is... Nem tudom, nagyon rossz lett az irányítás, a 17-ben még így egérrel is könnyebb volt ezerszer. Ajjajjajjajjajjajj. Ott a pritti. Kicsit túlpakoltam. Túl sokat fölvett. Hát egy biztos, hogy ebből lesz annyi raklap, mint állat. Így a legjobb. Esőbe, dagonya, remélem jövő szombaton nem fog esni az eső. Hát hál' Istennek hűvösebb lesz, de hát talán egy kis eső belefér, de nem, elvileg nem annyira. Legalábbis dagonyázni nem nagyon szeretnék. De hát majd aztán meglátjuk, mert olyan idő lesz, amilyen. Igen, ennek a szegény pótkocsinak nagyon magasan van az éje. Elég itt dőlingél. Súlypontja. Jó, de kicentisztom. Szerintem kéne ide még két kamionos kábé. Még kettő? Aha. Hát, hány méteres? 7, 8? 8. 8. Figyelj, eddig három kanyart hoztam el, azt hiszem. Hordom, ahogy tudom. Én is úton vagyok. Oké. Okay. Ha nem, buckázok le a dombról.
Hát figyelj, Zoli gazda, nehéz a fa, tehát ne csodálkozz rajta, hogyha megborítja a kamiont. Nem, egyébként a pótkocsinak a súlyelosztása valahogy. Úgy kellene, hogy a három hátsó keréknél legyen a súly, és tehát ne tudjon ilyen könnyen borulni. De úgy, mint a... Nem, hogy tudod állítani, hogy hova tegye a fát. Igen. Valamelyik egérgomba. Az erdészetben van az a pótkocsi. Szerintem nem. Igen. Megvan. Akkor igen. Ja, itt lehet állítani. Hát ilyen kb. Középre rakja. Úgy. Jó, oké. Kicsit hátrébb raktam, hogy oda pakolja. Na, Apci már meg is jött, ő is viszi jól. Na, most középre pakolja. Tud középre hátra is? Elvileg tud. Be lehet állítani, hogy hova rakja. Na, ennyi elég lesz most. Na, Tibinél majdnem üres itt a hely. Kövit majd ott a doxitól meg a tesztól viszem. Na, ezért így jó, mert ki tudjátok oldalra füves része pakolni a fákat kényelmesen. Mi is elférünk, ti is. Így is billeg rendesen. Én is most úgy fordultam be, hogy keréken volt a szerelvény. Ja. Jó, hát picit lassabban kell venni, azt akkor nem fog annyira dűlingélni. Nézzük, hogy állunk. Tóba kell beönteni? Na, van már bent. Majdnem 400 ezer. Úgy néz ki, hogy a 2.4-esnél 4-szeres map nagyítás lesz. Hát, várható volt, mert most már nem férnek el a dolgok. Szavasz László, hello! Hoppa! Az az igazság, hogy egy-két ilyen elhelyezhető dologgal kicsit elszállt méretileg aztán. Sima alapmap már kicsi. Most itt a kamionon pihenne egy kicsit. Na. Nem bírta a strapát? Beszórtam Laja a 21-est. Oké. Okay. Hát Laja, mi történt? Nyomtam egy kanyart. Hát igen, ez a csőrös, ez valamennyire fekszik, de az az igazság, hogy még ez is dőlingél rendesen. Pedig ez rendesen fekszik az úton.
Na nézzük. Hát... Szia, Vörös Pet! Várja, megömerem át. Dombodalnak föl kell dobni, mindjárt megoldom én. Na, megint csak a lustálkodás, itt heverészi. Yeah. Na, most innen a második sorból támadok. Így üresben nagyon jól megy egyébként ez a pót, így nem szépen jön utánunk. Nem lőringe. Na, becsapódok ide. Azt a mindenit. Szevasz, Nepi! Mi a helyzet? Majdnem jó volt, csak átborult. Snappy a dobogós egyelőre, a bitek terén. Zoli, nem érne jobb a Brooks? User joined your channel. Hello, fiúk. Hello. Hello. Szia. Köszi, Snappy, a posztolást. Zoli, nem lenne jobb a Brooks? Itt van. Ja, közben. Jó van, de hülye vagyok ott az elején. Igen, így van. Ja, csak az a hosszú lándzsa furcsa ott a hátulja. Na jó, ennyi elég lesz, mert főborulok. Hát rá menjek el, félsz erre vagy? Ám, elférek. Hoppá, együtt leesett. Elmegyek itt. Kicsit doxinak meghúzom, de se baj. Fú, vigyázz Tibi, hát ráborított Zolira a fát. Nem kiabálta, hogy dőlj a fa. A tesz? Mondját hall. Nekem újra raktam a gépet, nem fogadja el a jelszótód, ami volt a szerverhez, ahonnan le lehet szedni a cuccot. Aztán meg tudod nézni, hogy mi volt? Vagy csinálunk egy újat, akkor nem tudom. Várjál. Megnézem majd a Messenger, hát, hogy oda írtad. Messengerre nem írtad? Szerintem úgy mondtam. Nem úgy diktáltam. Aha, akkor jó, akkor majd. Szép volt. Nincsenek meg a módon? Hát van biztos, hogy ami hiányzik. Mert újra raktam, egy részét kimentettem, amit tudtam, azt ennyi. Ó. Hát gyerekek, ez nagyon könnyen borul. Csinálják most gyorsan egyet? Megköszönöm. Jó. Akkor írjál rám a Messenger, hogy mi legyen a név, meg a felhasználó név, meg a jelző, és akkor ott biztos meg lesz. Rendben. Messengeren, jó? Jó. Ez volt a megoldás. Na, nekem is. Ja, lepakolta? Aha. Én rádobtam a kerítésre, és ez segített. Túl sok fát raktam, meg túl magasra aztán. Nagyon magasan van a súlypontja. Ennek a pótnak még nagyon-nagyon sokat kéne írni, és akkor elég nehéz lenne az alja, azt nem borul a föl. Azt mondod, hogy kevés a fa? Te figyelj, tudod mennyi fa van ott? Vagy 500 darab, úgyhogy mire azt kivágják, az egy hétig el fog tartani. A fából egyébként raklap lesz. Doxi, nem ám fölborulsz. Nagyon lassan kell kanyarodni. De nem akart elborulni, mert megtartotta a másikba. Köszi Tibi. Jövök én is kamionnal. Szépen megkérek valakit, bérelne nekem egy olyan autólovados témát. Tudtam, hogy tesz.
Oké. Okay. Szerintem már hordjuk elegen, inkább izéval gyere. Scorpion King-el, mert okay-s. Vágni kéne. Akkor megyek azért. Vagy bérlek azt. A izét befejeztétek? Vetést? Igen. Hát ez a hülyeső nem akarja abba hagyni. Lehet aludni kéne, nem? El tudom tekerni, csak nem tudom, hogy hogy állnak a földek, hogy... Igazából minden meg van csinálva, aminek... Egyedül nincs bevetve a 15-ös meg a 14-es. De amúgy a mész meg a gyomírtózás az mindenhol... Mindenhol megvan. Nézd meg, Habci meg izé elszórja a farönköket. Nem érte át a spamifer. Nem baj, mert fölkapom. Ennyi. Oh, jaj. Majdnem lecsúszott a túloldalt. Úgyis már rég foglalkoztunk favágással, most éppen itt volt az ideje. Hát már régen, tényleg. Ja. Jó, hát mert úgy nem kellett, ugye, mert nem volt hova felhasználni, most viszont már lehet. Mindig ugye brukszal volt vágva izé, aprítéknak, azt visz lát, nem kellett maga a röngfa. Egyébként igen, László, az olyan. Szerintem Majka. Na, ennyi elég lesz, mert ennyivel nem borulunk föl. Egyébként rohadt jól néz ki, tehát tényleg nézzétek meg, ott van a három Scorpio King, vágja a fákat, fogynak a fák, közben hordjuk a rönköket, mindenfelé rönkök, tényleg mint egy ilyen favágó brigádnál, rohadt jól néz ki. Az szép volt, köszi! Mi történt? Nézd meg, Doxi rám borította a fát. Mindjárt kihúzom belőled. Igen. Össze is törte volna a fülkét, hallod. Szia, Danóka, hello! Viharba ne állj az ég alá. Hát igen. De nem, megint az volt a baj, nem kiabálta, hogy dől a fa. Pedig láthattad volna, mikor tudhattad, hogy ott van. Jó van, próbáld meg. Na, ezt a farönkszállító kocsit, ezt csak színikkel tettem, szabad puposra rakni, mert puposra van rakva, akkor úgy borul, mint az állat. De ezt észrevettem traktorra, nem, ha traktorra húzod. De, hogy nem. Hát, azzal is. Olyan kerékre szoktam venni egy erősebb kanyarnál, hogy öröm nézni. Ja. Na mindegy, nem kell annyira. Már össze-vissza pakolja különben. Nektek nem? Ma jó lett, Majka? Már hogy össze-vissza? Nézem pillanat. Nem tűnik úgy, mint szépen sorba lenne. Hát viszonylag sorba van. De mondjuk rak középre, ugye be lehet állítani, hova rakja. Jajjajjaj. Én nem tudom, ti... Hol van Mark? Nem tudom. Hol van Mark? Az a gárdon fürdik. Most már jönnek haza. Ilyen melegbe fürdik. Kihasználja az utolsó vizét hétvégén. A hétfőtől már finálé van. Ja, a hónap már itt lesz a városban, sok kis hús. Most kell arrébb rakni. Y-t, ha megnyomod. Igen. És ott a balegérrel azt hiszem jobbra-balra húzod, vagy hogy is akkor. Aha, megvan, oké. Okay. Tudja, hogy hány méter. Hát úgy nagyjából a közepére aztán. Én nem tudom meg. Sikerült a nagy fát kivágni, Zoli? Aztán ez tele van, akkor meg majd hordhatjuk le feféhez a másik fatelepre.
is lag. Hát egyébként, ha tényleg úgy van, akkor eltekerhetjük holnap reggelre, mert akkor eső is abban marad, meg nagyobban is látunk. A nyekkal aludjak egyet gyorsan? Uh-huh. Akkor pillanat, mindjárt megyek. Örünk a közút közepén. Ja, az... az pont olyan. Na, óvatosan közelítjük meg a favágási területet, mert itt... Mindenki szálljon ki a gépből akkor. Oké. Okay. Mindenki szálltam. Jelenleg nem vagy fáradt. Tudom, azt a kapsz mindazt szem. Mindjárt. Na. Ezt hallottuk. Majka, a szádra vigyázz, vagy ne nyomd a gombot. Ne nyomd a gombot. Ja, hogy? Azt mondasz, amit akarsz, csak ne nyomd a gombot. 7 órára eltekertem, Atesz. Aha, akarunk aludni, igen. Juhú, pörög. Azaz. Na, volt egy kis biogázbevétel. Ó, szép napsütés, jól van. Végre nem esik. Milyen jól néz ki. Azt a mindenit, gyerekek. És tényleg úgy, mint az erdőben. Itt a fák alatt ilyen, már csak ilyen kis faleveles textúra kéne ide alá. Bár mondjuk ez fenyő, de... Vagy nem is tudom, mi ez. Fenyőnek tűnik. Ja, a lehántott gajak megmaradhatnának. Jaja. Na, jön a negyedik szkorpionkink, gyerekek, mindjárt belekezdünk a negyedik sorba is. Nem semmi. A Tibi az ott rendesen izé csapja neki, hallod. Töltés oldalát rendesen végigrakta. Na, összeszedjük a tesznél, ami... 17-ben is szerettem fátvágni. Igen, de az van, ami Doxi mondott, hogy teljesen megváltozott az irányítása, és nem annyira esik kézre nekem. Régen olyan szinten tényleg odavitted, leraktad, kivágtad, most meg ilyen nem tudom. Legközelebb már jobb lesz. Formál egy joystick belőfavágáshoz. Igen, szokni kell nagyon, az biztos. Doxitól egy párat fölmarok. Nekem azt írja, hogy a fa túl nagy. Emeld feljebb egy kicsit. Fogd meg följebb. Nem lehet a tövén vágni. Valamit kell tönkvágónak is csinálni. Hát ezt már kicsit lehet, hogy kuposra raktam. Meglátjuk. Nagyon dőlingén akkor lassítunk. Ja, egyébként szokták úgy is, hogy ilyen dupla kalodás, és akkor mit tudom én, csak olyan 6 méteresre vágják, és akkor ugye egyik felébe első részre 6 méter, meg a hátsóba is ilyen 6 méteres rönkök. Csak hát, mink ez így a jó ilyen nagy póttal. Na, fölveszem ezt a szétszórtat itt a szélén. Az, megvan. Elik a fűrészüzem? Elik a fűrészüzem? Szerintem lassan félig van, ja. Hát majd arra azért figyeljünk, hogy annyit vágunk, amennyi kell, mert ne legyen üzével tele. Habár most lehet, hogy nagy részét az éjszak alatt feldolgoztam, majd mindjárt megnézem. A 400 000 volt benne, vagy fél millió, lehet, hogy abból már mind izé... raklap lett. Miért nem akasztok még egy pótot? Nem lehet hova akasztani ennek a seggére még egy pótot. Ez egy pótos. Így is felborul. Ja. Úgy meg még jobban felborul. Na. Valahol, hol volt a izé? Ha, itt van.
Na, kérlek szépen, Atesz, hát most 143 ezer liter van benne, viszont lassan fullon van a izé, majdnem 1 millió liternyi lír palette van, szóval lehet, hogy ezt majd üríteni kéne. Ez szép fa. Hogy? Nagyon jó. Úgyhogy lehet hordani majd, akkor valaki hordhatja. Gondolom majd a izé papírgyártó kezdve mindenhova. Hát mindenhova ki lehet hordani, ahova kell, persze. Addig csináltuk, hogy legyen. Új, én teszteltem már ezt a izi 3-as ültetőt, hallott, durva. Nem tudom, durva. Hogy itt ahol ez a... Milyen széles az egyébként? Néztem a... Ilyen szélesen csinálja, mint ez. Mint, most. Mint a szántás itt? Igen, igen, mint amit szedünk, ilyen széles. Három hát darab egymás mellett. Ide lehet használni, mert akkor ide pont befér, úgyhogy... Azért mondtam, hogy ez itt azért jó ilyen résznek, mert jól is néz ki, meg könnyű rajta dolgozni. Van egy ilyen izé, egy ilyen, úgy mondom, ilyen egy vonó függesztőről három függesztőre lehet akasztani egy ilyen átmenet, és azokra tudod felrakni a három izét, ültetőt. Uh-huh. Jól néz ki egyébként. És akkor így szépen izé, és egyformán, ott tényleg izé egyformán rakja le a izét, mind a három fát. És akkor jó, hát figyelj, azért ha benézel a tudod, azért ha benézel a sorokba, itt is a fiúk nagyon persze, szépen persze. Csinálták. Tehát nem, nincs ezzel gond. Itt hossz irányba a sorokot, meg kereszt irányba. Uh-huh. Tehát olyan, ott szépen, mondjuk itt egy kicsit ott a közepén van egy kis eltérés, de annyi belefér. Nem baj az. Gyönyörűen néznek ki a sorok. A másik meg a szilás egyengető, az nagyon jó. Ó, gyerekek, az nagyon jó. Azt néztem, az olyan, mint egy ilyen rendsodrószerűség, hogy így egybe pucolja, vagy valami. Ja, alul van. Ez lényegében ez ilyen kettes tárcsás, ilyen alapból ilyen kis traktorra rárakod. Olyan széleset visz, mint a traktor. De ez is úgy van, hogy az a hármas elosztóra rárakok három darabot, viszi, mint a mizé, ikerkelekű traktornak az élesége. Faszán bemér, oda, hogy végigszorod a izét, a silót, aztán tiszta simára elsimítja mindjárt egy alkalommal. Jó. Hát ez csak majd tényleg arra figyeljünk már, hogy amiből esetleg olyan valamit kettő dologra használunk, majd kicsit szortírozunk a modok közül, most hát tényleg ez megint sok lenne. Hát a izé, ez a pótkocsi, ami be lett rakva, ez a folyadék, ezt használják a nordosok is, ezt. Hát jó, csak akkor azt használjuk, ne a... A másik, hogy egyik istálóból a trágyalevet nem lehet kiszippantani ezzel, csak a izével, a kotéval. Ezért mondom, nem tudom minek annak a baja, hogy miért nem lehet abból kiszippantani. Hát amit Doxi mondott, hogy vannak olyan elírások, hogy nem egyeznek csak azzal, ami a lapon van, meg... Csak az egyik íze, ezt a tudod, a veltes istáló. Nem tudom. Azt így most nem tudom. Az európai istálóból az egyikből nem lehet kiszippantani a trágyalevet. Csak a kottéval. A másikkal nem, érdekes módon a másikkal meg ki lehet mindenhonnan szippantani, szóval nem értem, mi a különbség, nem tudom. Valami el van írva, nem tudom. Disznoktól kiszedi. A izé, a kottés, az ami van, a stivis, az mindenhol kiszedi lényegébe. Nem sikerült. Majd legközelebb. Ezt hűlni a levegő, olyan darabos a gázolaj. Igen, nekem is. Én nem tudom, de négyszeres mapon megcsinálhatná úgy a izét Nordot, hogy most már ő lerakja a izékat. Tehát most már van annyi, hogy ő lepakolná. Tehát az úgy szerintem sokkal patentabb. És biztos, hogy nem fogja szerintem. Hát pedig lerakhatnám, mert ez, hogy most ezt ennek a földnek a közepére, azt annak a földnek a közepére, szóval nem tudom, ez olyan eléggé... Na, ahogy volt, úgy lehetné, hogyha már úgyis négyszeresre csinálja. Ja. Mert
Tehát hogy mondjam, most úgy jó, hogy ahogy régen a 17-ben is, hogy voltak üres placok bizonyos mapokon, és akkor le lehetett rakni, de... Vagy akkor, hát nem tudom, csinálj üres placokat, de az is olyan, olyan snasz, tehát hülyén néz ki. Sokkal jobb az, hogy tényleg be van építve a mapba szerintem. Tehát régen azért, amikor tényleg meg volt csinálva, hogy ott a fatelep, minden le volt pakolva, meg tényleg a cukorgyár, meg stb. Azok tök jól néztek ki. Most meg itt is egy szántóföldnek a közepén leraktuk, alatta le van betonozva, mellette már szántóföld van, az oldalán a kerítés, tehát ilyen egyáltalán nem odavaló. Szóval nem tudom. A gyümölcsös sem tudtuk itt ugye megcsinálni, mert a régi épület itt van, de azt ide mellé kéne rakni, nem fér oda, szóval... Most már meg lehetne csinálni, most már elférne a gyümölcsös, csak már le lehet rakva a Sanyinak oda, ahova kell. Kérte. Most már elfér itt egymás, én próbáltam cinglibe egymás mellett elfér a gyümölcsös. Jó, mindegy, hát a négyszeresen úgyis újra kell kezdenünk, mert az teljesen izé lesz. Ha lesz négyszeres, majd akkor meg kell tervezni, hogy mit, hova, merre, meddig, de... Az eredeti elosztás szerintem tök jó volt, és be is vált, meg... Mi még emlékszünk is rá. Meg emlékszünk is rá, meg helyügyileg is jó volt, tehát... Na mindegy, majd meglátjuk. Jó, van itt fa rendesen most már. Tibi, ha nagy oda azért töltésre lőtt, akkor... Azt mondod, hogy kéne elvinni akkor a klapot, Karon? Hát figyelj, az ott rendesen tele van, úgyhogy akár... Jössz majd valamit erre autóval, mert akkor elordunk egy párat. Majd akkor megyek, jaj, csak most... Szóljál majd mikor. Jó, oké. Akkor elmegyünk, én is viszek egy terra autót. Aztán elviszünk pár helyre. Vagy esetleg eladni. Azt nem tudom, majd meglátjuk. Hát majdnem tele van, úgyhogy majd hordani kell. Várjál, Doxi, hagyd vegyem föl őket, aztán utána. Jó, nyugodtan, addig nem vágom. Hát igen, csak úgy értettem, hogy addig ne állj be, mert ja. Nem férek el tőled. Köszi. Pedig nem vagyok elhívva. Hát de mégsem. Fértem volna ide, úgyhogy... Ezt mind fölveszem, azt van egy kis... Áááá! Egy azért ott, csak leesett. Ott is jó helyt van. Na, teljes, majdnem teljesen üres lett a csíkod, úgyhogy ennyi. Remélem nem pakoltam túl, bár nem annyira. Na, látjátok, hárman hordjuk folyamatosan és alig bírjuk. Szépen megy a fakultán. Ilyen gépeket... Gyere, mert én lassan tudok csak menni, addig rég elmész, úgyhogy gyere, nyugodtan üres vagy. Nem nyomom neki, mert főborul. A gépek azok semmik, a gépkezelő. Azaz. Már elfelejtettem, már lassan targoncázni. Olyan régen targoncáztam. Azért erre kíváncsi vagyok, hogy most ezt a elhelyezhető objektumokat mikor fogják kirakni a modos oldalon, mert a másik legalább egy hétig. Hát a másikat, a izét is egyszer éjszaka jelent meg, amikor írtam. Igen, mert még este volt valamelyik stream után ráírtam a csávóra Discordon, hogy fölment, mert ugye izé nem válaszolt e-mailben, és fölmentem Discordra, azt mondtam, hogy hát bocs, hogy zavarlak, de írtam e-mailt, meg mit, hogy mi a helyzet, mert hogy izé. Hát kíváncsi vagyok, mert tényleg hát ott van, el van küldve minden, és hogy jó lenne, hogyha azt mondta, hogy hát elkeveredett, az kirakta akkor azonnal, úgyhogy mondom, kösz. Az a Brux nem jó, hogy működik. Zoli. Darabolnám a fát, és eltűnt tőlem. Eldobta a fámat. Akkor kézzel fűrészelsz. Azaz. Nekem meg a fülkére dobtad a fád. Majdnem agyonvágta a fával. Előbb nekem is Doxi bedobta a fülkébe, úgyhogy. Úgy se tudtunk volna agyonütni. Van ilyen, ennyi. Agyhelyen. Na viszont, ha négyszeres map lesz, akkor ott mik is voltak, volt már izé. Csirketelepre arra emlékszem. Tök. Volt tök.
meg volt... Jönnek a nagy földekaron. Volt a izé is, az a... 45. Azaz. Meg valami energia, izét bálát lehetett ott égetni, vagy valami volt hőerő. Uh-huh. Az is jó izé. Volt. Akkor learassuk meg live-ba izét a 45-ös, nem? Majd. Alap. Kis géppel, kis izével, hallod? Hol már a... Simán. László, szeptember 7-én körülbelül azért írtam ki 10 órára, mert kb. Akkora fogunk odaérni. Figyelj, 8-kor elindulunk, forgalomtól függ, hogy mennyi idő mire átjutok Pesten, aztán majd meglátjuk, mikor érünk oda. Kb. Legalább gépben mutatóra odaérjetek. Hát jó, figyelj, ez attól függ, hogy hányan lesznek. 10-11 körül szerintem odaérünk. Valamikor 11 körül kezdődik a gépben mutató, jó tudom? Múltkor is úgy értetek oda. Jó, ennyi elég lesz, mert na, sok lesz. Jó, hát mondom, attól függ, hogy mennyi a izé. Tehát mekkora a forgalom, mert ha sokan vannak, akkor nem tudok mit csinálni. Hát akkor gyorsabban kell menni. Ja, hát persze. Azért egyben oda akarok érni, úgyhogy... Jézusom, hogy... Egyszer úgyis meg kell halni. Ugrálnak a fák, mi? Ja, hogy ugrálnak a fák, most ez nem tudom... Nekem is, leföl. Nekem is. Hagyom el, hogy ezért mindig lemaradnak. Igen. Pedig az MSM az jó. Van közben log, mert vágás közben is nekem is olyan, mint hogyha darabos volna üzemanyag. Szerintem sok a fa már, nem? Nem azért? Hirtelen sok van kivágva? Annyira nincsen sok, én szerintem. Nincsen. Figyelj, folyamatosan hordjuk, nincsen sok a földön. Na, jó van László, nyomjad neki majd. De azért mindenki érjen oda. Tehát az, hogy most kicsit később ér oda valaki, semmi gond, mert valószínűleg úgy lesz, hogy tavaly is úgy volt, hogy ott kint a bejáratnál, a kapu előtt, már a jegypénztár előtt, ott volt a csapat, ugye, és nem tudom, mikor értünk oda, 10-11 között, úgyis ott leszünk jó páran, tehát egy ilyen félreállt embertömeget kell majd keresni, egy ilyen 10-néhány emberkét, és akkor... be lehet kérdezni, hogy Karon MGT ezt szép kifejlett embert kell majd keresni, az lesz az de apja. Egyébként ilyen ott van a tavalyi felvétel, ott van a csoportkép a végén, láthattátok, hogy ki volt ott, hogyha azok az emberek közül valakit megláttok, akkor biztos, hogy ők tavaly is ott voltak, úgyhogy akkor már is egymásra találtatok. Állítólag azt mondta, a Safi úgy néz ki, hogy eddig még jön. Na, helyes. Tavaly ott volt. Viszont jó tanács, aki M0-ast akarja érinteni, az ne tegye. Pesten keresztül kell inkább menni. Nagyon keresztül kell, inkább így van. Jaja. Előgy értek Fehérvár fele, sokkal egyszerűbb. Én úgy megyek. Dunaújváros, Fehérvár. Úgy, izé, hogy... Mária, hogy ismerte mi Kecskemét fele? Nem Solt. Úgy, Dunaújváros, aztán az 52-es, Solt igen, és 52-esen szólnak. Kecskemét, és akkor úgy valahogy úgy jöttem, hogy Dunaföldvár fele. Igen, én igen. Átmegyek majd Pesten, aztán Tatabánya fele. Hello, Mr. Big Stewie. Mi a helyzet? Azaz, ott a jó sok nyuszi. A kis New Hollandok. Na, holnap egyébként nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre az új mikrofonra. Úgyhogy... Na, megjött? Ja, megjött, egyébként meg is mutatom, mert pont itt van mellettem. Egyébként így néz ki a kamerában, nem tudom, hogy ez a... Ennek a bója márkának, ez a Babestron VM4. Ez egy wireless mikrofon, és hát elméletileg rajta van a fényképezőgép, kamera, telefon, tablet, PC, úgyhogy... Hogy mindent tud, 2,4 GHz-en megy. Akkor tessék olyan izébe, inkbe jönne, ahova föl tudod csiptetni. 50, persze, hát olyanban megyek. 50 méterig jó elvileg, úgyhogy azt írja. Nagyon jó. De ez ilyen így föl csiptethető, és így a galléra is föl lehet rakni? Ugyanaz, mint a tévében, amit látsz a mikroporta izéknél. Van itt a... Övedre föl kell csiptetni egy kb. Ekkora műanyag, egy ilyen kis 5x10 centis kis műanyagot, van benne elem, és a vezetéket ide föl a pólódnak a galériára. Én azt hittem olyan rendeltél, mint a fagyi, tudod, a fagyi töltséres.
De nem, az... Milyen jól mutatna ottam, azért... Nem. Rá lenne így, vagy karon gameplayer. Nem, most... A mikrofon alá. Most ilyet rendeltem, mert ezt akartam megnézni, hogy ez fog-e rendesen működni. Csak nehogy olyan legyen, mint ezek az ultra modern okos telefonok, hogy azok is mindent tudnak már lassan, csak telefonálni nem lehet velük. Na, bocs. Elvileg nem lehet. Én nem is szoktam telefonálni velük. Amit néztem, tehát ilyen erről a típusról, ott mindenhol jó volt. Tehát ha minden igaz, akkor tényleg jó lesz. Nem fog belehallatszani a szélnek a sűrítése, és az a lényeg, mert sajnos a tavalyi felvételnél egy csomó rossz volt, és egyszerűen nem tudtam be. Jó, így is hosszú lett, mert azt hiszem, hogy 18 perces lett a tavalyi videó, tehát nem rövid volt, de csomó olyan felvétel, ami jó gépeknél voltunk, meg mit tudom én, ilyen nem is tudom, kajakeverülnél, meg csomó olyan helyen, az egyszerűen nem tudtam belerakni, mert rossz volt a hangminőség. Úgyhogy... Majd most meglátjuk, hogy milyen lesz. Csak hogy YouTube-on is legyen egy kis tartalom, ugye, mert még mindig nagyon-nagyon sokan ugye a YouTube-on nézik vissza a live-okat, vagy nem tudnak ide följönni, vagy valami miatt. Sokszor nekem is ám különben golyózik, nem tudom miért. Micsoda? Millió a betöltési idő rajta. De egyébként nem csak Karonnál, hanem akiket nézek, szinte mindenkinél. Olyan, mintha a letöltési rátát kevés lenne hozzá, és előre kell töltenie, hogy le tudja játszani. Mindig valami pufferolást ír nekem ki az izénét. Hát van, amikor a Twitch sincs a helyzet magaslatán, igen. Hát, jó. Előfordulja. De még mindig én szerintem ötször normális a felület, annak ellenére, hogy itt is vannak hibák, mint a YouTube, mert a YouTube még mindig a mai napig nem arra való, hogy livestreameljen az ember, hanem a videózásra, úgyhogy. Hiába erőltetik. Hát, ha belegondoltok például, akik a chatet Zoli, olvas... Zoli, kapcsolt ki azt a Bruce-ot. Kivágom a fát, mindig elveszett tőle. Ugye akik a chatet olvassák, meg nézik, azért hogyha megfigyelitek, mióta itt vagyunk Twitch-en, az 1000%-a az, hogy kaphatok-e modit, mikor kezdődött a live, mikor lesz vége, meg egyéb olyan kérdések, ugye, amit ráadásul sokszor a YouTube-on nekem az a kis 5-6 soros chatet úgy elpörgett, hogy sokszor nem is láttam, ki mit ír egyszerűen, mert inkább csak a hülyeség ment a cseten, mint hogy értelmes kérdések vagy beszélgetések, szóval ilyen szempontból például sokkal jobb a Twitch. El is unják magukat a moderátorok. itt mennyire szét van dobálva a várét, ezt felszek. Azt a mindenit, hogy laggol. Várjatok, mert ebből már össze kell szedni itt egy csomót. Aztán most hagyjuk a Tibit egy kicsit dolgozni. Ja. Elvittetek mindent tőlem. Igen, azért mondom. Nem baj, most elviszik innen a többiek. De milyen jól néz ki, tehát tényleg, tehát itt a... Főleg itt a füves része, amik föl vannak rakva fák, rohadt jól néz ki a kivágva. Pont ekkora kellett egyébként. Na, többet nem viszek, mert... Na, most Habci is fölkap egy párat, úgyhogy... Na, egyébként nem azért mondom, de Tibi lassan a felénél jár. Úgyhogy nagyon szépen Doxi is halad mögötte, Atesz is, Viktor is. És szerintem majd lassan a fefénél lévő szómilbe kell hordani, mert lassan lehet, hogy tele lesz. Azoknak, mint a dugattyúk. Azaz, és milyen jó lesz, majd a négyszeres mapon kezdhetjük előről. Mert ott nem lesz semmi, úgyhogy... Tök nullára. Hát ott majd a 45-öst kell beültetni fával. Gondolhat az vagy te, 45-ös. De a 10 évbe kell majd ilyen körkörös csigabigába, nem ilyen izé egyenesen. 10 évvel lehet beültetni, aztán bánázni ezzel a hülye... Mi az?
Ja tényleg vagy az, igen. Ja, nyírfával? Csőbálázol. Nyárfával, nyírfával, vagy mi a nyárfa? Nyárfa, hát az figyelj, szép munka. Az az igazság, hogy ha úgy megérné az, hogy tényleg normális pénzt kapsz érte, akkor még az ember meg is csinálja, mert most tök mindegy, hogy mit csinálsz, érted? De egyszerűen nincsen benne lóvé. Úgyhogy ilyen szempontból sajnos nem túl hasznos az a dolog. Hol van tankolható gázolaj? Benzinkút. Itt a benzinkút. Csese tartályában van. Na, 800 ezer van, tehát ide szerintem még egy olyan 2-3 kanyar, aztán ez a izé deszkatelep tele lesz, lehet majd a feféhez. Ősz, tényleg szét van szórva itt minden. Uh-huh. Hát kicsit most ott összeszedtük a kapcsolat. Már minden szétszórva van, csak nincs összeszedve. Hát szerintem már egy olyan 100 fa ki lett vágva körülbelül. Max 150, de inkább egy olyan 100. Még egy jó 400 hátra van majdnem. 350. Tibi! Egyszerre kettő is dőlt oda. Nem figyelek én semmire, se semmit. Most már ezért Zoli se bírja ezt a sokat, de aztán mindenért mennyi izérőnk van, itt nem is lehet meg közlekedni tőlük. Vagy tönk. Tönk szélére jutunk. Na, ó, az az. Ott egy kézzel vágott. Na, sikerült jól be irányozni. Szimmetrikus szedni. Na jó, ez bőven elég még sok is. Bocs, Zoli. Bocsi. Hát azt szerintem te abba hagyhatod azt akkor a izéket, raklapokat hordhatjuk majd, de most itt már annyi fa van, hogy egyelőre szerintem kicsit álljunk meg, mert nem győzzük elhordani. Az igen, Doxi, kösz még így. Most figyeltem. Doxi még így. Szívesen máskor is. Felén döntöttem még a fát. Közben visszatértem, csak kifagyott a pintiz alatt a dolog, azt akkor újra költünk. Oké, figyelj, Majka, ki ez a srác, aki rám írt Facebookon? Vele játszottam együtt. A Handler István, igaz? Valami, nem tudom, igen. Hát jó, csak az úgy kevés, hogy izé, tehát így ismert téged azt ennyi, tehát így semmit nem írt, hogy játéktapasztalat, hány éves, mit tudom én, tehát egy kis bemutatkozás, valami. Azért kicsit részletesebben, ha lehet. Hát azt meg kell megírni, hogy ezt írja, meg e-mailben az kész. Én azt gondolom. Hát én ennyit írtam neki, hogy majd értesítjük, de hát ha te haverod, akkor ja. Szóljál neki, hogy rendben. Kicsit részletezze a dolgokat, mert ez így kevéske. És azt nem tudom, hogyha itt tele lesz és nem fér bele, akkor nem veszi át, vagy ott fog úszni a vízben, vagy? Bele fog esni az aljába, szerintem. Egyszer csak feldolgozza. 855. Jó, hát még egy 3-4 kanyar szerintem az tele van. Kezdi még annyi se. Hát szóval egy kanyarra, amit 50 ezeret hozunk én szerintem. Azt akarom megnézni pont. Most mindjárt beleszórom. Meg a kamiont is. Beparkok a tó aljára.
Na, üres. 90 ezer. Egy kanyar? Aha, és 9.40-nél járunk, úgyhogy már egy fér bele max. Hát a havci, amit hozol, akkor az az útcsó. Úgy van, én még mindjárt jövök vissza. Oké, és akkor utána már az izéhez kell menni. Én feféhez hordom. Ja, mert oda hordod? Jó. Akkor, aha, akkor... abban olyan 400 körül van. Ja, jó. Az akkor majdnem félig hordod egyet. Jó van, akkor hozok még egyet ide, és akkor ide vége. Tudod ide? Kell még vágni, srácok? Szerintem lassan, hát nem tudom. Akkor én visszaadom a gépet. Rengeteg izé van. Rakás. Jó, látom, a tesz már hozza befele, ő már levonul. Mert akkor oda is ugye 450 ezer félmű, igaz? Hát még egy olyan félmű ideje. 5 fő van, kb. Nektek. Hát valami olyasmi. Annyi fa szerintem már most van. Jó, akkor hagyjuk, akkor ennyi volt a favágás, gyerekek. Oké. Oké. Elég lesz. Hát szépen belehúztunk. Doksi, akkor ültethetünk, nem? Várja, itt még szegény Zolinak a izéket össze kell szedni majd. Azt és kózni kell. Hogy akarod hozni Karona raklapokat? Fő, nem tudom, hogy mire lehet főpakolni valamilyen pótkocsira, nekem tök mindegy majd. Akkor igaz? Elvittünk a pefével 204 darabot. Az igen. Még ezt az adagot beviszem oda, aztán akkor mehetünk majd. Jézusom, több Isten, mennyi fa. Hát egy sort majdnem félig, meg a másodikat is. Azokban, amikor belekezdtünk. Azért maradt még itt bőven. Csak több mint 300 fa szerintem itt maradt, úgyhogy... Még legalább háromszor tele lehet rakni mind a két izét, vagy kétszer. Mind a két fa telepet. Hoznom kell még egy pótkocsit. Jó. Elhozom a fefének a pótkocsiját. Vagy ott van nála megyek. Hát ha már fehér manna járok, akkor már elhozom a fehér pótkocsiját is. Hát én most nem vettem. Most nem béreltem azért, itt van. Na. Ajaj. Itt túlcsúsztunk. Mi van, Majka? Jó lett? Nem lett jó? Vagy jó én? Lett, jó lett, jó lett már. Azért nem mondtál vissza, nem szóltál ja, vissza. Mondtam, hogy mondjad, hogy jó vagy nem jó. Én azt raktam be, amit te kértél. Én ezt a pótot itt hagyom a fenti. Ja. Szóval miért? Tele? Uh-huh. Nem tudom, hogy itt mindjárt nézem-e. Hát itt nincsen úgymond tó alja, úgyhogy akkor nem tudom, hol van valahol itt az alja. Na, ezt a pótot itt hagyom. És onnél föntről kell vinni, ott ahova vitted, onnél, vagy innen ide kell jönni a feféhez? Innen föntről, ez van tele. Jó van. Akkor megyek. Oké, na, oda viszem a kamiont. Zoli, menjek segíteni fönközni? Nem kell, köszi. Oké. Akkor hordok én is raklapot. Hát van 1 millió, úgyhogy lehet. Hát az szerintem majdnem mindegyik gyárba elég lesz, vagy nem tudom, hogy mekkorák a
tárolók, de... Én most egyszer el tudok hozni a Sonya 40 raklapot. Ja. 45, ja. Oké. Okay. 20, 20 a pótra, 20 a gépre. Ja. Doksi, vissza lehet elmezt amúgy is ebből, hogy nem visszatudom. Tudom. Ja, jó. Ugrassunk egyet. Aha. Elmettem a fatuskóra, az berettetett az izé szándofőgre. Jaguar, most azt hiányolja, az... Yes. Jaguárt azt izé, a laja kicserélte, ezt megcsinálta. Cserélt ki. Nem hibás a Jaguar. Szevasz, Nymphe, mi a helyzet? Hogy vagy? A kis polipocska. Még nem láttam élőben az ilyenek. Szobjött. Nagyon jó. Király. Somaci, köszönöm a követést itt a csatornán, hello, hello. Szerintem Tibi a másik oldalra is kéne, mert ez nekünk megilleti, mert mivel ketten vagyunk, vagy hárman, ezen a, négyen vagyunk ezen a tanyán, ezért minden. Másik oldalra is csináljátok valamilyent majd. Vagy ilyen. Jó, mit? Teszek majd. Okay. Vagy mit tudom én, Doxi, válgasszál valami más, amilyen szeretnék. Ja, az is jó. Lemossuk a kamcsit. Nagyon jó ez a bejáró, ez tényleg olyan mintha izé Dallasba innénk be. Igen. Ja, egyébként azért mondom, hogy ez Amerikában nagyon dívik egyébként, itt nálunk nem igazán szokták használni. De jó, mert lehet fából, vagy bármiből, tehát... Rohadt jól néz ki, úgyhogy... De azért is mondtam, hogy... Ez egy olyan pak, Majka, ne nyomd a gombot, légy szíves. Kösz. Na, szóval ez egy olyan pak, amiben későbbiekben majd azért fog bekerülni egyéb elhelyezhető tárgy is, mert még beütjük a fejünket, és akkor mit tudom én, nagyon sokféle olyan dolog lesz, amit így lerakhatunk ugye majd a logóval. Úgyhogy, de ez tényleg, egyébként szerintem ez meg a téglás néz ki legjobban, az a kettő. Mikor a köves is jó. Meg a fás is. De... Jézusom. Na, hol vagy Atesz? Itt vagyok a főső. Izénél. Szevasz, Samuel Gorham, mi a helyzet? Az is mondta, hogy jön. Aha, ő is. Hát ott a Facebooknál látszik, hogy ki az, aki... User was moved out of your channel. Bocs, csak átraktam Majkát egy másik szobába, mert minden behallatszik tőle, aminek nem kéne. Tessék, itt van karom, menjél akkor vele. Ja, ez az az új emelen, ami... Aha. Ja, ez két sorba szedi, úgyhogy... Adogatom addig a raklapokat neked, jó? Jó. Várjál, mert... Az ez most szét van rajta csúszva, mi van ezzel? Betű, U betű veszi föl, Z betűre kellett. Most a hátsó izé raklapra raktad rá. Az X ez a rampa. Az nem kell, csak a főhajtasz valamivel. Na, úva rendezi. Jó, csak már, hogy kiszálltál, szétdobta őket, aztán össze-vissza álltak. Egy szóval mind jó, mondhatjuk. Akkor rakom a rakom. Lámpát majd 20 fő karolom, fixem. Lámpát? Aha, hátsó leengedte a hátsó futó a rámpán. Ja, és hát megnyomta X-el. Oké. Okay. Na, Samuel Gorham, nem tudsz jönni idén? Na, hát ezt azért sajnálom. De hát, ha közben jött valami, akkor majd legközelebb lesz még. Na, Ubet, ja, szedi magától. Itt arra nem kevés fértől. Fél rá, rendesen. Szóljál, amikor kész vagy, akkor még rakok. Kész okay. Mehet? Még nem, várjál, mert... Nem olyan egyszerű a kóta. Megvan. Kész, mehet.
Egy raktárvezető vizsga? Jó, hát figyelj, az az első, úgyhogy lesz majd még máskor is lehetőség, úgyhogy nem probléma ez. Majd maximum jövőre. Vagy ha lesz valami... Sajtkocka, köszönöm a követést. Vagy ha lesz valami évközben ilyen máshol találkozva, akkor ott is össze tudunk futni majd. Tele vagyok elvileg. Na, ott van Tibi is. Na, egyébként jól néz ki tényleg. Jó masszív ez a pótkocsi. A kerekek is ilyen jó. Durván néz. Nagyon konfiszható ez a mam csomag. Doxi, emlékszel, hogy miről beszélgettünk múltkor? No. Hát akkor ez most kimaradt, lemaradt. Megmondom őszintén, Doxi, ugyanúgy működik, mint amit tavaly te megcsináltál, hogy a sima cukros raklapot, meg ilyen raklapokat, akkor hagy egy sor közötte. Mivel ez magasabb, ez a raklap, mint a másik. Ez a rakat. Hogy nem tudom, valami... Nem tudom, tavaly én úgy emlékszem, amit te csináltál, az vagy összerakta, vagy... Nem, én csak annyit csináltam tavaly, hogy dupla sor lett rá. Na, ez is a dupla sort mondom. A dupla sort mondom, itt is. Belülről is jól néz kezdve, de már nem csak kívülről. Adhatok, Tibi? Még bérázok, forgózsámmal le. Hát miért nem, add vissza, aztán vegyél vagy bérelj egy izét. Van ebből ez a nagy, látod az izé, azzal, hogy tudsz fordulni is. Na, mindjárt fölveszi azzal. Mennyi van még benne? Bőhetet ez. Csak egy sorba szed. Még van benne még... több mint 700 ezer. Ja, 736 ezer van még benne. Csak egyet vettek. Hogy? Kell még? Aha. Összem kettő darab. Mindegy, ezt kirakok egy csomót azt. Ja, rakják ki egy gyöbenből. És ezt hova visszük majd? Valamelyik izé, gyárba, vagy izé, raklap izéje. Ja, olyat is tudnék venni, mint a karomnak a hátsó, ugye? Hát elvileg tudná. Aha. Hát a traktor elhúzza szerintem. Persze, szerintem is. Hát ez traktorra is lehet rárakni ezt a pótkocsit, mint amit van a karonnál. Ezt mindennel tudod húzni. Ja. Személye Gorha, mondtam, hogy majd el akarok menni egyszer egy ilyen playtre, és ugye az kifejezetten ilyen játékos. Tehát nem tudom, hogy mikor lesz idén, vagy jövőre, tavasszal, de akarok menni playtre, és úgyhogy majd ott is össze lehet majd futni. Te hova viszed talán? Én nem tudom. Menjünk a cukorgyárba, az erre, amit hátul. Jó, cukorgyár, meg a papírgyár. Oké. Okay. De ez majd úgy fogja bevenni, arra figyeljetek, hogy ez nem úgy egyszerre bedobja a raklapot, hanem úgy, mint az eladóbázisnál szépen űrül le a raklap majd. Jó. Látszik, most egy ezt így nem csinálták. Tudom, nem tudom, hol így van majd a izé, vagy hogy kell majd kirakni, de majd mindjárt megnézzük. Gyerünk, Tibi, nyomjad. Előre engedlek, mert az ennyi mennyire megy? Menjél, csak nem akarok fölborulni, úgyhogy ja, mindegy, megyek. Már nem tudom, mennyire borulós. Nem borulós ez így. Ó, nagyon jó. Lehet, ez nem borulós. Úgy borulós, hogyha fölveszel a cukorraklapot, vagy valamelyiket, és magad ráejteted a tetejére, mert ennek az van, hogy ez a raklap sokkal magasabb, mint amit kiad gyári tucokat, ilyen cukor, meg pelet, meg mit tudom én, és hagy egy ilyen, mit tudom, egy sort, nem tudom, ezt a Doxi tudná megmondani, hogy mi az. Mondta is a készítő, hogy ez az egy hibája van. Uh-huh. Vagy ha a raklapot megcsinálja úgy, hogy akkor össze a raklapnak a részét lejjebb lesz, akkor jó lett volna neki azt mondja, de nem tudom én. Hát majd is várjál, lesz kösítés. Mert ja igen, itt át lett pakolva, és akkor ez a cukorgyár. Ja, én meg máshova mentem. Új a cukorgyár. Doxi, már itt is van.
És most kéne olyan, hogy unload. B-vel tudsz úgy, hogy ide-oda lerakod. Szívja lefele majd a raklapot. Ja, és akkor elkezdi befele pakolni. Mi? Ja, itt már borulnak lefele. Aha, ja, ott veszi lefele róla azért. EU-s raklapokat. Ha nem úgy dobja be, hogy egyszerre, mint a tavaly. Hát szép, folyamatosan számolja befelé és fogy el. Egy ideig eltart. Jó. Hogy néztem, már ennyivel másabb. Jól néz ki egyébként. Így, hogy veszi befele. Ezt melyik utánfutóknál találom, akkor szerint a Kodom is húz. Szia András, hello! Mondom. Azt mondja, a hogy... pótkocsiknál, legvégén. A pótkocsik. És a 17.000-es Cargoline TSD H05-ös. Aha. Oké, köszönöm szépen. És már csak arrébb kéne vinni, mert ez valahol nem volt trigger ponton. Valahogy nem akarja fölvenni. Ja, és az a kamion az tud egy olyat garan. Gyerfőd, akkor leesik. Hogyha megnyom ad az X gombot, akkor megötte, akkor ha számolja le róla, hagyjad karon, hagy, maradj ott, számolja le róla a raklapot. El fog fogni mindjárt. Oké. Okay. Igen, ezt a rámpát hátul már kinyitottam, de... Igen, már rá lehet állni minden, én a kombányal is ráálltam. Aha. Ez egyébként egy nagyon jó dolog, mert tényleg szállítható. Hát nem Tibi, nem neked nyitottam ki. A fenébe. Na várjál, ledobom a hátsót is. Tibi, te viheted a papírgyárba szerintem itt. Egyébként ez az autó... Az melyik a teszik mellette? Igen. Ez az autó load, ez már tetszik nekem, mert ez ugyanolyan, mint a régi. Kijelölt, hogy hova akarod, és ugyanúgy ki kell dobni. Úgyhogy ez nekem bejövős. Ez a fajta. Normális duda van hozzá. Nem fütyis duda. Ez legalább valami normális duda. Ja. Mik ez a North Freeze ellen, de ez mi? Ez a laphoz van kifejezetten? Többfajta izét lehet csinálni hozzá, ilyen izét. Ja, lehet a Südmenheim, igen, ja, kiválasztani aha. A izébe, a konfliba. Értem. Ebben a pótban az a jó, hogy ezt el lehet húzni traktorral is. Ez nagyon... Ha mindegyiket lehet traktorra húzni, az összeset. Annyi, hogy a hátsó keréknél lehet, hogy most itt izé csúszik, lehet, hogy izé meg kell emelned az izét, lehet állítani a szögét a pótkocsinak a jobb vagy bal gomba, nem is tudom. Leérjen a kerék, valamikor nem ér le. Úgy tudod a szögét állítani, akkor fölemeli a hátulját, akkor az első kerék nem ér le, akkor csak a hátsó kettő. A magasságát, szögét adni. Érdekes. Ez a vonórudat állítom egyébként. A vonórudat, ja. Meg olyan tudsz csinálni például vele, hogyha úgy állítod be a konfizásnál, hogy neked kell lerakni ezt a harmadik lábat, amikor leakasztasz. Ja, értem. Különben vonórudra dobja az egészet. Aha. Ez tényleg jó az Ez az MR. Ezt már régóta el akartam tölteni, de nem tudtam a linket, mert valami olyan oldalon volt, hogy fizetős volt. Volt már régóta ez a pótkocsi. Fizetős? Aha. Az igen. Jó, hát most már megvan az a lényeg. Na, mehetünk akkor vissza. Van még ott egy rakatnyi, úgyhogy azt mindjárt kéne hordani. Többi gyárba is.
A lényegében izék is hasonlóak, a billencsek is mindez. Uh-huh. Ezt én régen is szerettem, ezt nagyon sokat használtuk egyébként. Doxia, az a billencset kerested, nem? Igen. Az a fajta. Azért mondom, abban van. De meg azt át is akartam hozni. Ja, arról beszéltünk pont, hogy jó lenne, mert hogy az nagyon bejövő, és aztán pont áthozták a díjra, úgyhogy. Egy hát projekttel meg... kevesebb. Ja. Nem baj, most úgy is el vagyok havatva. Én úgy emlékeztem tavaly, hogy idén kerested ezt a billencset. Tavaly is már. Egyébként ez nagyon tényleg egy az, hogy jól is néz ki, meg tényleg jól is konfiszható. Ez például húkítás. Billencs az olyan nagyon élethű gyerekek, hogy a jobb bal billentés, hátra billentés, kisajtó billentés, nagyon fosza. Kemény. Ezt a kisajtót amúgy mire használják hivatalosan? Mikor vagonozzák befele és szalagra engedik rá. Igen. Szalagra. Bizony, vagy pedig kanálra. Vagy pedig kicsi garatba, mikor padlásra megy, vagy terménytárolóba. Uh-huh. Megény garat az nem tudja elnyelni ezt a hirtelen kinyitásos, uh-huh. A nagy ajtó kinyílik. Gondolatod. Vagy zsákoláshoz. Zsákolás, úgy, ahogy mondod. Azért kell nálunk is egy kamion, egy olyan jó egy óra hossza, másfél, attól függ, mit hoz, mire leveszed, mert hogyha még két sép is van az ajtaján, akkor is lassan csurog lefele, mert a mobil szalagunk nem bír többet. Úgyhogy azt is a sípját maximum olyan negyed állásba lehet megnyitni. Uh-huh. Tényleg rommá lehet konfigurozni ezt a izét. Pótot is, kamiont is, nagyon jó. Jó félre. Szia Zoli, gazda, jó ét, halló! Nem terepes. Ez, hogy nem terepes. Hát ezek a gumik, hallod, a bütykök vannak rajta. Elmegy zárt hombokra. Mint a lábújja most. Ja, hogy alacsony az alja? Hát figyelj, igazság szerint annyira azért nem alacsony az. Még nem tudom, kicsit olyan furcsán álltatunk. Kicsit a óra fönn van, de hát ilyet is lehet valahogy állítani. Hopci, elfogyott. Oké. Na, ennyi volt, Doxi. Vacsorázok, lezuhanyzok, gyorsan fekszek, reggel meló. Ügyeletes vagyok, úgyhogy jövő hét szerdáig még dolgozunk. Azt a minden. Zoli, ezt az egyet még daráld be, mert nincsen teljes elegaljazó. Mit van a földön? Akkor kitartás, Doxi. Hát, kitarthatta már valaki, de nem találok olyan csajt. Pedig egy jó pízes 70 éves te elvennék. Az biztos. Szép ez az MN, de hashtag Tátra. Nézd meg, Szemi a Górhá. Már megint rossz csatornán nyomod ezt a izét. Ez még mindig nem az a csatorna. Na, maximum 16 raklap, mert... Szedjük föl. Ne, gyerekek, itt MN van. Tátra az másik csatornán van, úgyhogy... Na viszont ezt okosan fogjuk megoldani, és betolatok ide a póttal, mert előbb is szeretném. Na most átállítottam nyomogomra, mert nem volt átállítva. Helyes. Bocs. A jelszó az első volt nagybetű, igaz? Igen. Rátolunk és úgy szedjük fel őket. Feltéve, ha be van nyomva az autónód. Na hát még mindig több mint 500 000 van benne, úgyhogy... Jó ét, sziasztok! Hello! Sziasztok! Hello! Hello. Hello. User disconnected from your channel. Na, így van. Szevasz István! Köszönöm szépen a osztolást! Hello, hello! Na! Ez az oda hova menjen? Mert a papírgyárba lett
a cukorgyárba is. Hát van még a sörgyárunkba is kell szerintem. Tényleg a malomba. Megyek a sörgyárba, gyerekek. Viszem a lényeg. Karon, és milyen a kombány? Jól néz ki, nem használtam, még most nem arattunk, de kösz. Most már akkor... nézted? Nem néztem mert semmit, csak... Úgy gondoltuk, hogy kvadrakos vagy. Ja, ez is gumihevedenes. Kis testvére. Ja, kösz, nem raktam még oda kombányt, pont azt mondtam, hogy még nincs is kombányom, aztán néztem, hogy ott volt a kombány. István, minden frankó. Jövő hét kedden még van egy stream. Utána csütörtök péntek pihi, aztán szombaton megyünk Bábolnára ezerrel. Nagyon sokan jelezték, több mint 30-an, hogy ott lesznek, meg több mint 150-en érdeklődnek a Bábolna után. Majd meglátjuk, hányan leszünk pontosan. Egy kész IH kombájn beletrakva. Axial Flow, azt hiszem. Hosszú csöves. Na, gyors szinkron. Stevie-nek a cucca. Jaja, jó dolgokat csinál. Azért a Nordos 4x-es mapra tényleg kíváncsi leszek, hogy azért milyen lesz, meg hogy fog kinézni. Aha, mindjárt megmutatom, persze. De ez sima izé egyébként, tehát nem se áttextúrázó nincsen, se semmi, csak a amiket át szokott írni ugye rajta, gondolom sebesség, kapacitás, ilyesmi. Na, hosszú szinkron. Napci, hozzád is kérdeklap, igaz? A kormányára. Igen, én is, ha vége a szinkronnak, akkor megyek, ott van egy pótkocsim, azzal fogok 20-at, azt hordom. Én most visztek majd a kurva egy adatban. Oké. Okay. Na, akkor István, megdolgoztál a pihenőért. Na, valahol itt van a... Itt, ez az. Na, hát ez a kész. IA 9240-es, gumihevederes. Nem ebbe akartam beszállni, hanem ebbe. Mit kell segíteni, fiúk, hogy mit sem szinkronizált térkép, csak azért kérdem. Nem tudom, eddig fát vágtunk, most a raklapokat hordjuk ki onnan. Azaz készítheti a marhát szombatra. Ennyi. Na, akkor ezt elviszem a sörgyárba, és ott is lesz rengeteg raklap. Érted, jön nekem itt ki, hogy empty palac. Nyomtam meg. Jobb oldalon előjött, hogy üres paletták. Ja. Eltűnt. Nem tűnt el. Lemaradsz a jó kis marháról, Samuel Gorham, ennyi? De szerintem mindannyian lemaradunk, úgyhogy... Ez a marha csak marháskodás lesz. Arat, Viktor? Igen. Menjek segíteni? Szintjén. Hát ezzel a földdel mindjárt végzek, de jaj, jöhetsz majd a többire. Ádám, akkor köszönöm a követést üdv a csatornán. Viszont ezt a... Hogy hívják ott, lerakom, raklapos dolgot, aztán utána, nem tudom, van egy ilyen dömper. Készen, mert akkor ki kell próbálni, aztán valamit hordani vele, arra is kíváncsi vagyok. Kipróbáljuk ezt az MAN-t úgy is, nem csak így. Ez marha jó, azaz. Ennyi. Szevasztok, én is mentem. Szevasz, Laja. Szia, Laja. Hello. Oké, okay, szia. Jó hét.
Ja, itt, meg itt is vannak a fák. Ja, 29-t elkezdtétek itt végigültetni, de aztán ugye nem ide raktuk a fákat végül. Mindegy, mert ezeket is kivágjuk. User disconnected from your channel. Azt mondja, úgy rakd le tisztán és lejavítva. Ja, lezsírozva minden, lemosva, minden. Minden is. Várjunk, itt hol van a... Szerintem itt van. Nem akarok hülyeséget mondani, de itt mintha még lenne raklap. Ja. Melyik ez a... Ajjajjajjajjajj. Breveri. Hát de itt van bent a paletta, miért nem veszi be, vagy... Hogy mi van ezzel? Ja, mert nem jó helyre lett rakva. Aha, jó. A billencsen... Ja, hát jó mondjuk... jó, ezen se olyan izé. De egyébként az a nagyon magas emel, az olyan borulékony volt. Volt olyan régebben. Csak az borulékony volt, mint állat. Na, ezeket először gyorsan feldolgozzuk, mert... Csak úgy be lesznek. Csak meg itt is, hogy ez... Ja, ez csak izé. Ez átverés, ez nem igazi. Az alsó hármat megszedtétek már, fiúk? Le van maradt a napra forgó? Nincs. Hát akkor lehet, hogy elkezdem azt. Oké. Okay. Majd megyek oda üríteni akkor izéval. Rendbe karol. Mind-a. Azt hiszem, itt talán csak ez az egy pont van, tehát egy... Ja nem, ide is kell raknak a másik oldalra. Akkor az elsőt azt ide, a másodikat meg oda. Ja. Nem, ott csak egy helyre lehet a lapot. Ja, ez izé, ez cukor. Vagy valami, nem tudom mi ez. Maláta. Malc, maláta, ja. Jó, csak úgy messziről úgy nézett ki, mintha ez is izé lenne, de akkor nem. Ja, jó. Azt nem tudom, hogyha ide lerakom, akkor az ott elkezdi elvenni, vagy... Elkezdi. Vagy a benti részre kell... Nem kell bemenni, ő pakolja be. Csak elé kell tenni. Aha, jó, oké. Okay. Hát jó, csak oda be lett ugye hordva, és azt meg ott nem számolta be. Nem, azt ő pakolja be oda. De úgy értem, hogy amikor ide jöttem, ott bent volt vagy 8 raklap, ami ott csak bent állt, de nem volt bepakolva a helyére. De jó, hogy valaki vesve van itt. Ja nem, javítottatok. Javítottam a kombájt, mert már le volt romulva az utolsó csiknál, volt már majdnem, hogy le. Neki is mentem az összet, megtettem. Egyébként nem tudom, Fefe, hogy ez honnan van, mert ezt Atesz csak úgy összerakta, aztán csak használtam, mert valamiért elment hozzá, szóval lehet, hogy a pót az tűjület van, úgyhogy nem tudom, hogy majd Atesz elrendezi. Azt hiszem, igen, én úgy emlékszem. Atesz majd elrendezi, nem tudom, hogy honnan van, visszaviszem az ő tanyájára aztán. Kicsit arrébb raktam, mint kellett volna, de... Izét rakhatott volna mondjuk, lehet ezt a trigger pontos felfestés, ezt a fekete sárgát, hogy egészen pontosan hol veszi be. Igen, ez jó lett volna. Mert most csak úgy Sasper kávé valahol ledobjuk a földre, aztán vagy átveszi, vagy nem. Akkor pontosan látnánk, hogy hol a trigger pont. Azt én nagyon szeretem, azt tudom díjazni. De ahogy nézem, ezt most... Ugye ez már izé? Ugye ez már modell, tehát akkor itt már föl van töltve, jó. Valahol itt lejjebb volt a...
van. Jó, empty palett, már 4 millió van benne zsír. Ezt meg még kijjel visszük, és akkor ez is az is. Na. Dohány gyárunk volna rakva? Azt nem tudom. Szia Krisz, hello! Dohány gyár még nincsen, ezért van, gyomírtó üzemben. Azt hiszem. Micsoda? Gyomírtó gyár. Abba kell a tabak? Igen. Ez a fefénél van, nem? Látom, Tibi is hozott. Szerintem Zolinál, lehet, hogy fefénél is van, de Zolinál biztos, hogy van. Köszönjük Zolihoz. Először. Azt a mindenit, debe. Debe csúsztam. A veteményesbe. Azt a mindenit. Samuel Gorham, nagyon szépen köszönöm az 500-as csírt. Na, és akkor Samuel Gorham 10 személlyel osztott meg jutalmakat a chatben, úgyhogy gyerekek, hogyha kaptatok új hangulatjeleket a chaten, akkor köszönjétek meg Samuel Gorhamnak, és én is nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen egyébként a... Ja, nem, a mikrofon, nem kamera, mikrofon. Az már itt van, úgyhogy holnap majd csinálom a unboxing videót róla. De nagyon szépen köszönöm a csírt. Na, és akkor a hónap első helyére felugrott Samuel Gorham 500-zal. Bocs, Viktor. Neked van elsőbséged? Igen, mert kevesebb, mint egy nap múlva visszaáll. Havi csúcs szurkolók, így van. Tehát ott fönt a chat felső részén ugye meg lehet nézni. Na, ahogy látom, akkor kapott Ádámka is, meg András is. Na, hát igen, egyébként 10 személy az elég sok. Úgyhogy kaptatok rendesen új hangulatjeleket. Gyerekek azért vannak, hogy a cseten használjuk őket. Na, úgyhogy holnap majd a Facebookon akkor ki lesz rakva a Hall of Fame a biteseknek. Na, lerakjuk akkor ezt a tesznek a tanyáján a emánt. Egyébként ha van valakinek már billencses vagy ilyen dömper emán, akkor használom, azt nem veszek újat, mert vagy béreljem. Megnézem akkor a konfigot, hogy hogy lehet összepakolni, akkor bérlek egyet, azt majd live végén visszaadjuk. Összekonfigúzunk egy pirosat az amcsi tanyára, odaillőt. Vigyem hozzád, Fefe? Jó, akkor viszem hozzád. De én szerintem talán, mintha az eleje az a teszé lenne, de nem vagyok benne biztos. Mindegy, akkor leviszem hozzád, Fefe, most ezzel nem fogunk összeveszni, tehát mindegy, hogy hol van. Nem fog eltűnni a mapról, úgyhogy... Szerbusz, Fefe bácsi! Egyébként én sem van hozzád. Nem tudod véletlenül, hogy itt a... Hogy itt a telepen, itt a forgácsot oda kell önteni? A pelletgyárba, nem? Szia Hitman, hello! John Deere-t most nem vettem itt, mert ilyen amcsi tanyán van, ilyen piros-fehér gépekkel van tele a KCH. Persze, hogy Ferguson, meg ilyesmi. MF. Na, azért az erdőnk itt egy kicsit foghíjas lett, de milyen jól néz ki, mi? Hoppá, valaki ott elhagyott két farönköt is. Na, egy kicsit lepucoltuk itt. Volt erdőírtás a live első részében.
Na, Majka várat, mindjárt ott vagyok. Még félig van. De van itt a mapon John Deere szerintem, úgyhogy van, aki azt használja. Na, valahova ide le. Milyen jó lesz a négyszeresen, majd itt tovább lehet menni. Nem itt le lesz zárva minden. Meg lesz megint Krisztinét anyája. Meg lesz minden is. Na, én ide lerakom, úgyhogy nem tudom, majd rendezitek. És akkor, mert szerintem az eleje az a... Mint ha tesz hurcolázta volna. Na, akkor nézzük ezt a teherautót, nem, transportpack, ez az. Na, ugye itt ahogy nézem, van nekünk olyan, hogy dupla tengelyes hátul, meg izé, sőt van itt ilyen hookliftes is, bár szerintem a izé nincs bent a hooklift hozzá, úgyhogy nem tudunk ráemelni semmit. Ja, nincs beaktiválva. Úgyhogy az akkor felejtős. Na, ilyen legyen, egy izés. Mondjuk ez kicsi, legyen ez. Ez duplás. Dump board, ugye lehet alakítani, hogy... Aha, ez az 50 ezeres. Hát mindenképpen az kell nekünk. Cabin color, KCH. Dump color, ugyancsak KCH. Felni szín az nem metal, hanem fehér. És a cover az, hát az ugyanúgy, jó, maradjon a fehér. Na, gyerekek. Igaz, hogy nem készi, hát de MAN, de szép piros, meg fehér. Kerékmárka, van Trelborg, Nokian, vagy Michelin. Hát a Lizard az nem. Hát... Legyen most ilyen Trelborg, kerékbeállítás. Steering axle, ja, lehet, hogy kormányozható a hátsó kerék. Ja, legyen. GPS nem kell. Hát lehet rárakni a hornokat, de szerintem nem kell nekem, sima jó. Horn egy oké. Okay. Lehet rá hand tool-t rakni, ilyen lapátot, meg ugye, hogy eltakarítsuk magunk után, de nem kell nekünk, mert nem koszolunk. Söprű. Mi van még itt? Tükröket. Kaptál 40 repülőt. Painted legyen, front fender, ezt is lehet színezni, hogy izé legyen alap. De ezt most nem színezzük, mert így szerintem feketén jobban néz ki a műanyag. A hátsó izét is lehet. Mondjuk ez egyébként jól néz ki, hogy az ott piros, de nem marad fekete. Under run. Itt oldalt is lehet, aztán minden egy gyerekek, teljesen ilyen pirosra. Ó, jó, akkor mégis így lesz. Rohadt jól néz ki. Glass deco, üveg dekorálás. Pff, special design. Micsoda? Ifconator transport, green, nem. Jó. Motorbeállítás, 440 lóerő, 608, legyen 680. Hanyason vagy, Majka? De GPS-szel megyek. Jó. Na kérem, itt vagyok. Szevasz Viktor, dupla húzós legyen. Mi az, hogy dupla húzós legyen? A hátsó, a hajtott tengely, dupla kerék. Azt hogy? Hát azon van. Ja, olyan, hátul dupla izé van. Dupla tengely. És azon gondolkozok, ezt annyira bekonfigoltam, ezt meg kéne venni, de mindegy, most a véreljük. Na. Ja, igen, most. Van még raklap, vagy? Elvittem egy csomót, de vihetsz még. Visszavittem Fefének a tanyájára azt a gépet, mert nem tudtam, hogy kié, úgyhogy... Fefé. Jó, akkor. Na, gyerekek! Az az igazság, hogy... hogy ez elég durván néz ki ez az emán, úgyhogy...
Flig V8. Piros, fehér. Na. Irány akkor Majkához. A hátsó kerekek egy picit kormányozhatóak, így könnyű vele kanyarodni. Ponyva. Ponyva föl, ponyva le. Közben kinyitjuk a izét. Milyen jól néz ki. Régen voltak olyan teherautóink, hogy ilyenkor összeakadt a hátsó pótkocsival. Remélem itt nem akad bele a hátsóba majd. Bár most nem raktam hozzá. Na, a tesz, fasz, ami? Jó, jó néz, mama, jó néz nekem. A gyerekek nem egy, nem egy tátra. Hangjukusan jó, jó, jó hangjuk vannak. Jól néz ki egyébként, nagyon. Nagyon csinos. Lehet hozzá háromhidas, kéthidas pótkocsit idélni, mint amit te szeretsz. Ja, most nem vettem semmit, mert egyelőre jó lesz így. Azt nézem, hogy mennyire borulékony. Borul. Nem borul. Nézzük. Tiszteltem már, nem borul. Borul. Csak szólóba jössz? Azt a mindenit, gyerekek, hogy megy körbe? Én nem borulós tényleg. Szólóba jövök, persze, hát. Most nem vettem még hozzá pótot. Hashtag MN, azaz. Na, nézzük. Hú, hogy megállt, hallod. Nem fék rajta. Ja. Nagyon jó a izéje is, a, hogy is hívják ki, a körbenézed. Jó néz ki kívülről is. Majdnem leszél itt a székről. Ja, egyébként rendesen lett körbe-körbe. Megyek vissza akkor a bolthoz, hozok hozzá egy pótot. Mindjárt bekonfigurunk egy pótot hozzá. Még nem tudom, milyen legyen, két vagy három hidas, meglátjuk. De ez tényleg jó egyébként, Franco. Na, ez például azért a marha jó a season-ös mapra is, mert ott is a régen a Stappenbachon is ilyenekkel hordogattuk a cuccokat. Hát a season-es pályára kimondottan a kicsi, az nagyon jó hozzá. Jajajaj. Ahhoz van egy hidas pótkocsi is hozzá. Transportpak. A transportpaknál van kimondottan az, amivel izé ott valaki vitte a forgácsot. Igen, külön... a belső egy kicsit más, mint a fehérnek. Lehet úgy is konfizni, én úgy konfiztam föl, hogy 25 ezer meg 50 ezer. Igen. Ez 50 ezeres a nagy izé. A izé, ha fele magasított rakod, akkor csak 25 ezer liter. Ennek egyébként nem is baj, hogy ez így, mert ezt nem kell 100 ezerre átírni, a 2-100 ezer az bőven elég. Persze, bőven elég. Na, gyerekek, akkor nézzünk hozzá egy... Bérlünk hozzá egy olyan pótot, ami... Ugye akkor lehetséges ez dupla hidas, de nem. Van forgózsámolyos, nem köszönjük. nem lesz forgózsámolyos felejtős. És akkor valószínűleg, van ilyen hosszú is, hosszú forgó zsámolyos. Nem, az sem, ez az igazi. Na, és akkor KCH piros, fehér a felszín, ugyancsak fehér. Kereket nagyon lehet konfizni. A lizárd kereket lehet szélesíteni például. Lesz a izéje. Ja, szélesebb. Michelin. Ezek a... Azokat nem lehet, de... A Nokian gumik nagyon jól néznek ki hozzá. Beállok a másik felére, Majka. Ezt már hiszem, hogy csak GPS-ed, gyere akkor. Support army, ez az, amit van GPS-ed? Nincs. Mit bankarodnak a konflikt műhelye, dob bele. Hát az egyik a másik oldalra, akkor nem befolyásol semmit a GPS. Special design. Ja, igen, itt vannak azok a... Ha teszem malomba, hova kell a raklapokat? Ez nem kell? Jó. Csörát? A malomhoz hova kell a raklapokat lerakni? A raklapot? Uh-huh. Ott a vizénél, a jobb oldalon, ha várjál, mindjárt megyek.
Na, a gyerekek mit szóltok hozzá, rohadt jól néz ki. Te hármason vagy? Én nem, Habcion a hármason. 16-oson vagyok. Napra forgóva. Habci, te mit adott? Árpád. Ez nagyon komoly, ez tényleg nagyon jó ez az ugye. Most te melyik malomnál vagy? A rendes gyárhoz volt nem régen. Jó, rossz helyen vagyok, az igen találom, oké. De ez a malom, ugye? De az a, ez a malom, itt jó helyen vagy. Látom, már ide kell rakni. Megvan? Igen, ide balra. Érdekes, hogy így az M&T és a Fliegelt összehozták, de ezek a Fliegel nagy... Nem hagysz rendet? Nagyon jók. Ó, jó, hogy mondod. Pótkocsik. Nem tudom, kik csinálták, kik a készítők. Kinek a módja ez az M&T. Most már hagyok. Az egy, a izé, hogy is hívják, ez a raklapszállítós, az a... Az a... Ja, az az M&T, az a Cargo Line, az a másik fajta, ja látom. Ja, mert ez meg a Transport Pack. De ez a Transport Pack, ez nem tudom, múltkor valamit láttam volna. Te GPS-en nyomod? Igen, de nekem teljesen minden lehetünk simán is. Transport Packot az, az biztos, hogy fönn van a szerveren, valamelyik módos oldalon. A másik az meg a Fendjuk, vagy mit tudom, mi a neve, Fend... Mit tudom, mi a valami német srác csinálta. Szokott live-olni az is. Uh-huh. A raklapos M&T. A másik, a billencset, azt meg szerintem a globálos valamelyik fiú csinálhatta. Globálosok csinálták? Szerintem. Mert... Jaj, szeretem a tride. Azért három tengelyest. Na, itt is vagyok. Transport Pack van-e konzolra? Szövésem sincs, nem tudom. A valamilyen M&T Pack volt már belső, tehát a Mothubon, az biztos, de hogy melyik M&T Pack, azt nem tudom. Na, Majka. Menjél csak. Nem pont ez, de valamilyen M&T pakkot én láttam Mothubon is. Tehát tudja, hogy van valami. Csak lehet, hogy az a TGX-es, valami kisebb fajta, nem tudom most pontosan, hogy melyik, mert nem emlékszem rá, de... De egyébként ezért jó, valamikor kamiont használunk, valamikor teherautót használunk, össze-vissza használtunk bármit, amit akarunk, úgyhogy nincs megadva, megkötve, hogy melyiket kell, vagy muszáj, amelyik éppen tetszik. De például ez a pótkocsi, ez a Fliegel, ez... Neked mennyi van benne, Viktor? 19 ezer. Akkor jöhet bele, akkor pont elő is leszek. Ez például pont jó traktor mögé is, úgyhogy... Mindenhez jó. Ezt pont múltkorában próbáltunk ugye keresni izékat, pótkocsikat, mert van egy csomó fajta pótkocsink, csak az a baj velük, hogy vagy túl snasszok, vagy már rommá használtuk őket, és kellett már egy ilyen, és ez rohadt jól néz ki. Nincs csak az, hogy nyugy. A Freisjung, a Felsjung az, amelyik a mála meg a, hogy is hívják ott, amivel eddig csináltuk a raklapot, az a Felsjungos van, ő azt csinálta. Másik, keresem jelent a szerve. KNCZ Word, a gyárak úgy működnek, hogyha beviszed az alapanyagot, akkor, tehát mondjuk a papírgyár, mondjuk itt pont valami, nem tudom, szemben mindegy, tehát beviszed a itt van írja, kell oda bootchips, kell víz, kell üres raklap, ha behortad, utána kapsz papírt,
ez nem adja hozzá egyből a számláthoz, amit gyárt pénzt, mert ez úgy működik, hogy itt be kell adnod, hogy hozzáadás, vagy a maximum, vagy egyesével, és ott van, hogy raklapok gyártása. Tehát ott van, hogy mennyit adjon ki. 16-ot, ilyenkor ha rányomsz, hogy 16 raklap, akkor legyártja a raklapot, és a kiadó helyen, ugye a papírgyárnál, ott lesz 16 raklap, amit föl kell venned, és el kell vinned az eladó helyre. És csak utána fogsz érte pénzt kapni. Nem hit, mert nem láttam. Valaki múltkor írt nekem a Global Campan is. Múltkor így csináltam egy tutorial videót, és azzal kapcsolatban valaki írt. És mondta, hogy rakjam be alá a Global Campan is linket, beraktam. De alapvetően, srácok, ha... Tehát... Most, hogy hogy működik, meg ilyesmi, ugye ott csak az izéről beszéltem, a sebesség átírás, meg kapacitás, meg ilyesmi. Tehát az alapműködése az egy ilyen tök, tehát beviszed az anyagot, ott van, legyártja, kész, kiveszed, tehát az... Azt tele is. Mert a hátsóba. Tehát az teljesen ugyanúgy működik, mint eddig a többi. Ja, te voltál? Te írtad? Az ISF Transport Pack, ISFM Transport Pack, az a dömperes, amit használsz most. Na, ISFM. Figyelj, a BG, a Grimme, az van fönt alapból a Mothubon. Igen, a Fermentix Shield és a Seedmaker, az mindjárt mutatom neked. Itt van, van ez a BG, a Grimme répazúzóval. Ez ugyanúgy működik, hogy... Ja, ez igen. Ez úgy működik, hogy beviszed a répazúzót, be kell kapcsolni. Tehát a répazúzóban beviszed mondjuk a cukorrépát, bekapcsolod, ha nem automatikus, és akkor átalakítja fermentáltá, és a nap végén, ha jól emlékszem, akkor eladja, mint végé, aként üzemel, és akkor megkapod éjfélkor a pénzt. Ugyanúgy, ha szilást iszel be, vagy ha iszapot. Tehát ezekből feldolgozza, átdolgozza, fermentált lesz, és éjfélkor hozzáadja a számláthoz a lóvét. A fermentáló az füvet vagy szecskát beviszel, szilást fog csinálni. Tehát ott meg szilást fogsz tudni kivenni. Nézd oda, lenyúlja a kuncsaftomat. Melyik az? Zoli. Ja, hogy mondtad, mit akarok mondani, most néztem a gépeket. Szeva szemjegórem, csáó. Én vettem neked egy kézi IH kombányt. Vettem neked egy traktort is, a kéz quadtraktorod mellé, mert az úgy, az a messze, ez nem mutat az nagyon úgy jó, a két, ez a kéz mellett. Nem néztem egyébként, de majd akkor megnézem. Nézd meg, mert olyan beültél bábolnám tavaly. Az a módolt. A többi gyár az izéval együtt van, ez a Nordos mapon van a többi gyár. Tehát az nem külön izés, hanem ehhez a maphoz van a többi gyár. Tehát az nem külön Global Campan is. A izét ki is vettem egyelőre ebből a mapból a izéket, a hotosokat. Azokat úgyis használjuk a PV-n. Mondom, itt legyen csak a izé. A fedes. Ja, ott az izé jó. Ja, vettél egy magnumot? Hát miért nem jó néz ki a magnum, meg a izé, a quadtraktor, az mind a kettő kéz. De, ja, mind a kettő, egyforma az orruk majdnem, azaz. Ja, hát, ja, valami ilyesmiből ültem. Kíváncsi vagyok, mikor veszed észre, de nem veszed észre. Nem figyeltem, nem néztem meg, mondom őszintén. Csak láttam piros, piros kész, nem néztem, hogy milyen, de... Ja, ja, ez az izé, ez a modolt, vagy... Modolt valaki meg jött egy kombájna. Ez a Stevie féle modolt magnum. Uh-huh. Ja, a kettő. Hát nem tudom, ide lesz-e bábolnánk vattrak, jó lenne, ha lenne. Tavaly volt? Sajnos nem. Csak magnum. Volt egy... Meg a te fekete traktorod volt. Volt egy Versatil nagy ilyen, de hát az azért nem kvattrak. Te fekete dajcsod volt ott. Jó is ez.
Lehet, Karol, jobban jársz egy kombájna. Kipróbálod. Azt mondod, hogy... De kéne az a vágóasztal, nincs ott vágóasztal. Nem baj, az hozzak neked, vagy mi van? Hozok neked. Mindjárt megnézem. Na, ezt akartam teletölteni, de... Megnézzük a kész kombányt. Na, kimegyünk a nagy kapun. De jó széles ez a kombány, hallod. Nem tudom, most olyan fura. Én ezt a típust nem igazán használtam szinte soha, úgyhogy. Dehogy nem, tavaly a Morris Landon ketten aradtunk azzal a nagy vágóasztalon, nem emlékszel? Igen. Csak tudod, az a kétszer ekkora széles vágóasztal volt. Őtbe beálltunk ketten. A 100 hektárosba. Akkor még a 17-essel játszottunk. A John Deere 9-es, az is... De az sem volt kint vágolnán, úgyhogy... Nem volt Steger, egyedül az a Verstal vagy milyen kép volt. Szia Krisztián! Hát most úgy, hogy quad truck, azt hogyha megnézed, ugye nem közepes, hanem nagy traktor. Tehát ugye úgy, mint hogy quad truck, az quad truck széria, és itt van. Mert ugye van a izénak, van a New Hollandnak is ilyen, vagyis nem ilyen, mert a New Hollandnak van benne egy törés a gumihevedernél, és azt smart trucksnak nevezik. Tehát az smart trucks a New Hollandé, nem quad truck. Szóval azért nem ugyanaz. A T9, azaz. De viszont a John Deere-nak a 9RX az meg ugyanez, mint a quad truck. Hát én 9RX-et nem láttam itt most sehol. Ja, nekünk nincs benne, de amúgy van. Jó, hát lehet, hogy van most azért. Én sem ismerek a világon mindenfajta traktor, tehát... Elmegyek, hozok neked egy piros kukoricavágóasztalt, jó? Nem kell, mert itt vagyok a boltnál. Egy... Várjál. Most ilyen van bent külön, vagy hol van ez a kukorica adapterre? Az aggós, az idának az adapterét ott használni, az ami módolt. Ja, ez a színesített... igen, csak ennél meg a szín, meg nem. Az aggókósat használjad. A kukorica adapternél az aggókósat használja. Ja, azt szeretném. Azt a szín. Szint konfizd kézre. Hol van? Ugye? Igen, csak ilyen mindenféle szín van, csak az nem amik én. Rot Metallic, Massey Ferguson van. Megjelenésli, szerintem kell lenni onnak. Jó, találtam. Megjelenés színében kell lenni kéz IH-nak, én nekem írja. Alapszínnél nem láttam. Már megvan rajta. De használod a 9RX-et? Van a FS19-hez 9RX, én nem tudom, láttam. Akkor egy ja, nem tudsz linket dobni, mindegy. Majd megnézem akkor, de én nem tudom, hogy... Habár várjál? A 9RX-es van, persze, létezik. Van. Johnny, persze. Van a FS-hez is? Nem tudom, nem ugrik most be. Hát van. 19-ben is van, csak hát... Valahogy a gumihevederes nem spakkalozom annyira. Van csak a sima 9R-esben. Smart Trucks-ot is szerettem a New Holland-nál, 17-ben sokat használtam, de itt mondjuk annyira nem, mert nem volt túl jó áthozatal. Tehát azt hiszem, azt csak a FS17-ből hoztak át, és hát az nem volt a legtöbb. Meg hát ugye, ami single player-ben, hogy nem biztos, hogy megy szerveren, tehát sokszor az is problém.
Majka, ne fordulj vissza majd, hanem menjél körbe-körbe, jó? Én jövök utána. GPS-el jössz, Karon, nem? Nem. Nem? Jó. Ebben nincs GPS. És hát van benne, csak nem működik. Ja, ennek viszont tényleg rohadt hosszú csöve van. Nagyon durva. Ezt a mindenit. Hú, messzire kiér. Na, ennek Karon, ezzel egy hibája van ennek a izének. Mi? Minek mi a hibája? Hát, ha megnézed, van egy levegőrés a izé raklap között. Ja, ez alacsonyabb. Azért, mivel a nagy a raklap, tudod, magasabb, mint a izé ezek. Nem tudta úgy megcsinálni. Aha. Ilyen, hogy cukrot, vagy lisztet, vagy izét viszel, akkor sajnos ilyen légrést rak rá. Hát elég lenne, hogyha egy izét visz, egy sort is, jó, hát mind vagy át kettőt is. Hát, ez ilyen. Klap magasabb, mint ez. Szia András, hello! Nem tudom, Doxi bácsi itt van? Nincs már, elköszönt. De hát, ha nem tudtam meg akartam volna neki mutatni, hogy ő tavaly, emlékszem, úgy csinálta meg, hogy raklap volt egymásba csúszva, és akkor ezek meg rendesen, ezek a, amit ilyen palettákat visszaállt, meg rendesen a másik tetején volt. Hát lehet, hogy ott a pozícióknál lehet valamit állítani, hogy a második sort ízésen rakja passzentosan, de akkor meg lehet, hogy belelóg, azért nem jól, nem tudom. Az a helyzet, hogy olyan problémák is okozhatnak gondot, amire nem is gondol az ember, szóval... Szóval fene tudja. Ez a kis kombájn egyébként. 17-ben a New Holland volt nagyon menő. De majd ha bejön a klassz végre DLC-ként, akkor úgyis azt fogja mindenki használni a klassz kombájnokat. Az lesz a menő. Hey, Zoli, hey, hey! Zoli. Ja, ugye ezt én is részettem, Zoli lecserélt a Volvo-t. Mi történt, Zoltán? Norbi, köszi a követést, üdvözöllek, hát figyelj, mi történt volna? Te újdonság, hát kell használni. Régóta bent van a Stevie-féle kamion. Melyik Stevie? Használja. Azzal volt itt az előbb. Jó, most tulajdonság, most használja a mant. Hát most... Nem baj az. Hát addig jó, míg lehet válogatva. Persze.
Válthatok belső nézetbe, csak belső nézetben én annyira nem érzem a szélét a vágóasztalnak, és mivel nincs GPS, van, hogy elkezdek rossz irányba. Megyünk a kettesre, Viktor? Aha, mehetünk. Oké. Bár most nagyjából jobban vagyok állva, úgyhogy mármint a kombájnnal jó irányba megyek, úgy mondom akkor. Nem, egyébként nagyon ritkán szoktam belsőbe menni, mert tényleg nem látni semmit, tehát most így oké, hogy megyünk, de... Van a játékban John Dee? Van! Bár neki most nem nagyon van, mert nem nagyon vettünk. Van egy, van egy, kettő. Van. Kettő is, egy 8-as, meg egy 9-szeres. Ennyi. A kombány is már van, még lehet, hogy az esetleg. Már kombány is, persze. Jajaj. Azt hiszem, majd váltanom kell izét, látom, hogy Johnnyra vissza kell váltanom. Klasszról? Hát majd úgy klasszra is... váltasz, amikor kijön a DLC. Hallod, úgyis a Tibi ott a klasszos, meg ott a fiam az is klasszos. Valami izét, majd oda valamelyik építek egy kis izét, miskót, vagy... Várjál, három miskó van, vagy négy? Mennyi van ott, Tibi? Három, ugye? Szerintem van. Na majd valamelyikbe beköltözök egy Johnnyval. Van most már annyi fajta márka féle, úgyhogy... ki melyiket szereti. Mondjuk az a traktor is, hallod, hát ez lett, lett az erejére rakva a orsúly, meg dupla, hátsó dupla kerékke, 20-re simán viszi ezt tűnik félelkét. Melyik traktor? Magnum. Az eke az jó. A izé Magnum? Igen, igen, igen. Magnum 19-re simán viszi, hallod? Nálam 20-ra vitte, úgyhogy hátsó dupla kerék, meg elő orsúly. Egy 1500 kilós orsúly volt előtt. Próbáltam, de simán a Stivisekét viszi 19-20, lehet, hogy 20-szal is vitte. Én a 19-et néztem átlagba. Ja, jöhetsz majd, Zoli, mert lassan tele. Tele vagyok. Menjen a pelet, hadd menjen a pelet. Na, Zoli mindjárt ide ér, aztán az üdítés az az. Oké, okay, ennyi, üres. Na, beviszem a tanyára. John Deere-t? Melyik John Deere-t mutassam meg? Van bent egy csomó John Deere, hát van bent Combine, betakarítógép. Puta, ott van egy izé, egy injektálóval, az izé a 9-szeres. STS 60, STS 70. A főső izébe van. Hiszem. Főső BGA-ba. Van sokféle John Deere. De igazad van, hogy most épp, hogy mondjátok Johnny, bérlek egy Johnny kombány, gyerekek, megmutatom, hogy mi a helyzet. Régen alattam. 27-tel, az igen.
Az már sebesség. Micsoda? Azt mondja András, neki a fent 1050-nel 3300 kilós orsúlya 27-tel vitte azért a szkűjfélelkét. Hát az az az. Jó, egyébként... Nincs csak módulás kérdése. Jó, persze, meg azért ne felejtsétek el, tehát szerverre nem lehet bármennyivel menni, mert a szervert kinyírod. Max 22, annál több ne. Tehát, vagy 20. Inkább a 20. Single playerbe mehetsz, amennyivel akarsz, ugye, mert nem kell szinkronizálnod senkivel. Tehát az azért fontos szempont, úgyhogy. Na, viszont srácok, már ennyi volt akkor a farming. Jövő héten még kedden farmingozunk, nem tudom, hogy Seasons vagy itt leszünk, vagy hol leszünk, majd még meglátjuk, megbeszéljük. És akkor utána legközelebb meg szombaton találkozunk azzal, akivel találkozunk Bábolnán, úgyhogy... Azaz. Én már addig is köszönöm a közös játékot, úgyhogy kedden találkozunk, addig is sziasztok! Hello, sziasztok! Microphone muted. Sound muted. Szóval mára akkor ennyi lett volna a Farming Simulator. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma itt volt. Köszönöm szépen a követéseket, köszönöm szépen a biteket is. És akkor én egyelőre el is zárom a augusztusi bitháborút, úgymond. És akkor Samuel Gorham 500 az első, Snappy 121-el a második, és Hapci 110-el a harmadik. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Ez holnap Facebookra kikerül majd a kis infografikán. Úgyhogy... ez kín lesz volna a Facebookon, és akkor nem tudom, hogy a mod mikor jelenik meg, majd ugye az elhelyezhető Karon MGTS-es dekorációk, de majd figyeljétek a modos oldalakat, aztán majd ki is rakom róla a linket, ha kikerül. Szóval mára akkor ennyi, találkozunk kedden, akkor lesz még egy farming szimulátor, szombaton meg akkor Bábolna. Na, srácok, jó itt mindenkinek! Szevasztok, ciao ciao. To protect your soul.